valamint három samidőn. Az erdőcs mezőt járám, eltűnődik, hová lőn az rím. Mely időn, vitéz mátyás király urunk, mennybe szállas élettel dapkes iránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunánk hömpölygő olaj tengerében, s eltűnődék, hová lőn az jég. Meg büszke várá, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Lettünk ihletet, írjuk a szobodában, kezdődött el ez az egész, amiről most beszélünk el.
mi volt a jelet, és mi lettél? Van olyan életed, mint másképp élni? Tudnak, hogy stigba, amit óvibba kaptál, és nem csak sima méhecske, vagy kaptál. Nem tudtuk még, mikor a homokozóban ültünk, hogy galaktikus, szubkarmikus pályára kerültünk. Csak abban a pici pillanatban is peppünk fel, mikor tovább jött a noviból a jel. És akkor megállt az idő, és rögtön tudtuk, hogy az ásalkap a nagy harang, az nem csak humbug. És nem csak az oda-oda adta mat maradt jel. Éreztük egyből, hogy hogy nőjünk fel. Az a szép, ha a te utadon néz, még ha máshol hülyén él. Az a szép, ha a te utadon néz, még ha máshol hülyén él. Láma miért azért jó, mert összekott a néhány hozzá hasonló. Az a strand, kinek küldetése van. És hippi-hoppi, hip-hop, happy az élet. És örökké csak megy meg a buli. És fennlenni tuti, na hát elmondom, hogy tévedésben élsz. És most visszatérve felnőttünk. Végre persze úgy értem, hogy már amennyi ennyi évbe belefér. És hidefrankon megküzdöttünk érte, de ha itt lehetünk, miért nem? Már megérte? Bing-bong, nem szól így a harang. Értünk, addig élünk, na és megy tovább a halak. Jutátok ez a hat, hatalmas az örömünk. És van nektek egy üzenetünk. Aki mer az, de bizzám. Viszont bizalom a jelekben, barátom, de nem vár plusz erőt, és előre nem mond meg. Áll volt, az túl mi vár. Lehet ellened rossz Putyin vagy Gloria Estefan? Az a szép, ha a te utadon néz, még ha máshol hülyén is néz. Speak.
ablakoktól, úgy félek én. Itt vannak közvek, a földek én. Nem látod, mert áruhában jár. A buszon talán épp melletted áll. A maslakoktól, úgy félek én. Itt élnek köztünk, a földek én. Vannak szürkék, zöldek, kékek, de én mindent élek. Na, szép délutánt kívánok mindenkinek, srácok! Itt is vagyunk. Mindjárt olvasok egy kicsit, aztán bele is csapunk a játékba, addig meglátjuk, hogy leupdate-e Patinak. Na, itt van velünk Zsombi, aki már két órája is itt volt, mikor beállítottam a live-ot. Hajam is beállítom, de az mindig tönkre megy kezdésre. Aztán itt van Vivi, Pati, Vince Fekete, Marcika FM. Vivi írta, hogy ez a matek nagyon nehéz volt, és még enyhén fogalmaztam, abban sem vagyok biztos, hogy megvan a kettes. Ne aggódj, Vivi, ez minden évben ilyen az érettségizőknek. Megjött Viktor is, és Fajorjójók írta, hogy szia, Dévi, sziasztok, és köszöni a két hónapot én is köszönöm, ajándékot kaptál nemrég, Fajorjójók, és majd mindjárt lesz is egy kérdésem hozzád, én két órája be vagyok lépve gyakorolt, igen, megjött Varnyó, aki még, ha jól láttam, ebédel. Tehát próbálok ide nézni, miközben készülök, csak dolgom volt. Megjött Szabi is, Jack Sparrow is, aztán Marcika is. Van, akinek még frissít, azok nem voltak belépve, nincs frissítés, hétfőn volt, tegnap nem léptetek be ezek szerint. Úgyhogy jó étvágyat, Varnyú, Hanna Fazekas is megjött, Bence is, te a Benya vagy, ugye? Tehát hogy azért kérdezem, mert több Bence is van. Oké, aztán nézem, hogy mi újság van. Én jól vagyok, kérdeztétek, hogy vagyok, most nézegettem a megoldásokat. Figyelj, ne dühíts rá itt a magad, Vivi, én inkább nem is néztem meg annó, mély cseszem az egész hetem. Igen, és akkor itt Fajorjójók felé. Sajnos, ha csúnya beszéd vagy szó van a nevedbe, akkor nem tudsz jönni játszani. Láttam, hogy írtad is, hogy nem probléma, akkor nem jössz játszani. Csak láttam, hogy volt, aki megkérdezte, jogosan hozzáteszem, hogy miért kell csúnya beszéd bele, attól nem leszel se menőbb, se nagyobb, se okosabb, se intelligensebbnek nem fogsz tűnni, és ez nem prédikáció, én is voltam kamasz, gyerek is voltam, én is káromkodtam, néha még sajnos most is szoktam, de tényleg attól nem lesz jobb, hogy én is azt mondanám, hogy én vagyok pont-pont-pont Mongufta Family stb. Most gondolkoztam, hogy mondjak egy káromkodásra, azzal nem példát mutatok, hanem akkor ugyanúgy lesüllyedek az intelligencia szint alá. Tehát tényleg csak arra biztatlak, Fajorjójók, hogyha megfogadod, ha nem, akkor nem kell. Vagy ezzel magad a degradálod egy olyan szintre, hogy van a társadalom, van a felette levő nagyon prűd és olyan szófordulatokat használó réteg, ami nekem is magas, és van a legalja, a sutyó réteg, és a sutyó rétegbe akarod direkt belehúzni magad, Fajorjójók, nem értem a motivációt, de hogyha szeretnél sutyó közé tartozni, akkor jogodban áll, én nem állok ellen, csak akkor nem tudsz jönni játszani. Aztán megérkezett Eszeszónina, és remélem nem sértődtél meg, ezt minden építő jelleggel próbáltam kommunikálni. Megjött Mária Knight, illetve magyunk moziba, milyen mozi, mit néztek moziba, és szia Imre, és a Pati közben írta a dolgokat, nyugalom, úgyhogy jap. Oké, akkor nem lettél kész, Pati? Mert hogy még most ennyit amúgy beszéltem is. És akkor ti hogy vagytok? Én is teszem fel a kérdést. Körülbelül este 6-ig, maximum 6-ig tart a live. Én most ebédeltem, max. Egy negyed órás szünet lesz, most fél órás leállásos kajáló szünet nem lesz, mert most jól bekajáltam. Megvágtam egy videót, ami holnap jön, a Kinder Joy nyitás harmadik és egyben valószínű utolsó része. Közben kitettem a tagoknak egy frissített posztot, ahol a listát frissítettem, és jelenleg 186 tagunk van, ha jól emlékszem, és 200-nál lesz a következő új emoji. Egyébként vannak új emojiaink, akik nem voltak az elmúlt napokban per héten, a tagok beírhatják, és tudjátok használni. Fejből őszintén nem jegyeztem meg, mert live előtt írtam össze a taglistát, de már is nézem, igen, 186 tagunk van jelenleg, 14 tag, és akkor elérjük a 200-at. Talán az lesz az első rekord, vagy voltunk már 200 felett? Őszintén nem emlékszek. Mert hogy nem a számok számítanak nekem, srácok, hanem az, amik
ti vagytok mögötte. És miért nem tudom én megnyitni a csetet? Meghűlt a telefonom. És egyébként nálam meg már van kép, nálatok meg nem csak a telefonom, az OBS, de van kép, jó van. Akkor nem csak a telefonom hűlt meg, hanem én. Kinek hogy telt a napja addig? Igen, esnek dobdát Pati a listát. Jól vagyok, bár lábamra nem bírok rálépni, az nem túl jó. Én voltam live-on, az a Foxy, oké. De vettem még egy Harry Potter-es Kinder Joy-t és Dumbledore-t nyitok. Na, az meg nekem nincsen meg. Tényleg, Phoenix, hogyha majd látod a videót, írjál rám, hogy mi lett cseréd, mert nekem lettek cserék, de holnap a videóban megláthatjátok. Miért nem bírom megnyitni a chatet telefonon? Haló? Pont az lenne a lényege a workshopos cuccnak, hogy tudjak én is moderálni. Oké, meg vagyok. Játszottam tegnap, mégis le volt frissítve, írja Imre. Teljes mértékben igazad van, csak sajnos az akuntom elveszett, így egy haverom adta ide az egyik nem használt fiókját, aminek csúnya szó van a nevébe, de valószínű megváltozhatom majd. Én nagyon köszönöm, hogy ilyen pozitívan értékelted, amit mondtam, tényleg semmi bántó szándék nem volt benne. Szia Noémi, szép délutánt, és... Ma egyébként tanultam másik két bűvésztrükköt, aki nem tudná, vagy nem volt itt tegnap, felfedtem, hogy az új hobbi, amit elkezdtem tanulni, és szeretnék is csinálni, az a bűvészet, srácok. És tegnap este Janánál kettő trükköt már teszteltem, ebben a pillanatban telefonhívás, nem hiszem el. Fél perc, srácok, munka! Elnézést, csak jeleztek a munkahelyről, hogy holnap kapjuk meg a fizetést. Hát kihúzták a 10-ét, de legalább megkapjuk. Hát ez fontos tudni, hogy Dave nem fog éhezni addig se. Na, mit olvastam rosszul, Imre? Játszottam tegnap, és mégis volt frissítésem. Ezt nem tudom, ma nem volt nekem. Legalábbis én nem tudok róla. Support a Creator Code, Mongufta kötőjel dabe, miközben beszélek, nyugodtan használjátok, illetve köszönöm, hogyha ezzel is támogattok. Tehát, hogy a bűvészetet kezdtem el, és ott tartottam a sztoriba, hogy tegnap kettő trükköt megcsináltam Janával, és az elsőt először elrontottam, majd másodszorra sikerült, ugye nyilván gyakorlás teszi a bűvészt is, mint mindent. A második, az pedig sikerült elsőre is, ma tanultam másik, harmadik trükköt is, megérkeztek újabb kellékek, és pénteken kikin fogom tesztelni magam, mint közönségen, aztán majd a tegnapi támogatásotoknak köszönhetően úgy döntöttünk, hogy lesz, döntöttem, csak megerősített Jana is, hogy lesz cilinder, még hogyha 15 000-be kerül is, és akkor már csak egy bűvész táskára való részt kell majd a következő valamikor összeszednem. 18-kor lesz vége, vagy 17 óra más kérdés lesz. Kérdés. Szia Edina Sebestyén, 18-kor már valószínűleg, hogy én nem, nem leszek itt. Szia István, tehát 18 óra a max, ameddig itt leszünk. Ez az kijött vissza, mert mondták, hogy valami visszajött, de csak egy napig. Ő lenne az egy napos, ez a farkas? Az mi cuki? Na jó, ne már! Az ott egy mókus! Az ott egy mókus! Ez új skin? Ott a mókus! Én is a muszáj megvenni kategóriába vagyok, csak félek, hogyha megveszem, akkor elfogy az összes V-buckom, de ez írtó cuki, gyerekek! Még egyszer emót. Én nem úgy értettem, Imre, hanem elvileg van egy skin, ami egy napig van bent, és tök régóta nem volt benn. Úgy értettem. Hogy ez lehet, hogy ő rá gondoltak. Önmagában a skin 1200-1500, hogyha az emóttal együtt, de nyilván az emót is megy hozzá. Akkor nézzünk először egy shopot. És örülök, hogy megérkeztetek, már ilyen korán kezdésre 19-en itt vagyunk, de ez új skin. Hát oké, attól, hogy azt írja, hogy Chapter 4 Season 2, most nem a Chapter 4 van tudtommal, Desdemona is visszajött. Picit ijesztő.
de nem rossz. Akkor a dínos bandől, visszajött a baseball ütővel, csaplak szétemót, ez tetszik. Akkor visszajött ez a diszkoszos. Van egy ilyen búpos, amit egymással tudunk csinálni, 200-ért, még akinek kellenek a szintek, az vegye meg a kódommal, 28 szintet adó cuccot, ez nem tetszik, Star Wars az még mindig forever, ugye tegnap a live végén megmutattam, hogy szinte az összes Star Wars-os skin elérhető jelenleg, ami van a Fortiba, hát pedig a farkas lesz, vagy a farkas lesz, vagy a demónás. Mert hogy ez a kettő, ami már rég volt, vagy hát a farkas őszintén én még nem láttam. Erre emlékeznék, hogyha lett volna, fú, de basszus, ez simán lehetne egy Looney Tunes karakter is, vagy valami meseszereplő. Igen, első csapat Zsombi, Hungary Gamer és Mateusz, mindjárt hívom is be őket. Obovil, micsoda, várjál. Oblivion? Az hol van? Mateusz, türelem. Ja, hogy ő! Ő volt nagyon rég. Hát... Ó, mondjuk az aranyszkin az tetszik. Jó, nem rossz. Nem rossz. A farkas az új. Hát, ha valaki meg akar lenni, nagyon nyilván nem. Akkor kezdjük szerintem a mai köröket. Jön be, mindjárt átállítom, nem Save the World-be leszünk. Mindjárt, türelem. Save the World-ből kiveszem, mennyi V-Buck-ot kapok ma, aztán utána belecsapunk. Addig update-eljen, akinek kell. Úgyhogy összegezve, srácok, nem tudom, hogy ki hogy örül annak, hogy a bűvészetet elkezdtem tanulni, de én remélem, hogy tetszeni fog. Lesz idővel videó és live is belőle, csak sokat kell tanulnom és gyakorolnom. 300 V-Buck-ot kaptam a Save the World-ből, ennek én örülök. Könnyűek a küldik. Hát én ennek nagyon örülök. De az első skint, amit ma használok, azt tegnap kaptam John-tól ajándékba. Úgyhogy először biztos, hogy ezzel fogok menni. És akkor most már jött a Hungary Gamer, Mateusz, és ki volt a harmadik, de írjatok már be a chatre, hogy ki tag, ki nem, létszi az első csapat. Mateusz, ezt tudom, hogy tag. Hello. És ki volt a harmadik, most már nem látom. Hány csapat van, kb. 3 Noémi. Zsombi, tényleg zsombi. Lehet majd építős, és igen, akkor egy építős lesz, és egy nem építős. Szia, Dave. Szia. Szia, Dave. Most a Hungary Gamer, te is tag vagy? Mondd már a neved, léci. Igen, igen, én vagyok a Vince Fekete. Ja, jó, tényleg, te most kaptál, oké. Okay. Más ne próbáljon csatlakozni, köszönöm. Csak látom. Ez a skin, ez 500 napja nem volt bent, ami most van rajtam. Az igen. Akkor az is ritkán van. Noémi írja, hogy én nagyon szívesen jönnék, csak az a baj, hogy nem biztos, hogy akkor a végzel. Írass fel magad, és max ha végzel tudsz jönni, nem, akkor lehúzhatod magad, lesz egy építős, és gondolod, hogy esetleg én is jönnék, de eléggé bénás vagyok. Ne foglalkozz vele, Vivi, én is az vagyok. Úgyhogy elég, ha egy valaki jó a csapatba. Ez tapasztalat. Lesz itt jó meccs, abban biztos vagyok. Meg most a Star Wars-os fegyverek azért könnyítik a dolgokat, szerintem sokkal könnyebb ezzel hozok játszani. Star Wars-os skint. Jó, rendben. Oké, es. Valakinek egy kicsit visszahallom magam, azt próbálja megcsinálni a fülesét, köszönöm. Én is visszahallom magam. Hú, egy alien. Oké, Varnyú, mindig mondom, hogy első a házi, aztán tudtok jönni, pont azért tartom estig, hogy bőven lesz idő mindenkinek. 23-an vagyunk, fejeljük meg a lájkot, és akkor csapjunk is bele a mostani Star Wars feladatokba, ami valóban, én is úgy láttam, tegnap megnéztük a live végén, hogy valóban könnyűek. Na,
És most azért is csökkentettük le, srácok, hogy kettő köröket megyünk, nem háromat, mert nagyon sokan szeretnének jönni, és amikor 40 perc egy meccs, akkor az kellemetlen lenne a három. Sőt, érik, amit mondtam már előző hónapban, hogy lesz olyan live, amikor csak tagok jöhetnek játszani, de most jelenleg ez majdnem, hogy a chat 90%-a tag, úgyhogy nem nagy különbség lesz. De remélem, megint kettőt nyerünk, mint múltkor. Reméljük. Gyök kettővel megyünk. Kérdezzék, hogy jártam. Na, mesélj! Tegnap vettem egy új Nike zoknit. Ma reggel felbontom, és ki van szakadva az oldala. Hát ez kellemetlen. De ezt nem láttátok? Várjatok, jelölöm, ma végig jelölöm a feladatokat, amíg kész leszünk a Star Wars-szal. Szállunk és ládát kell nyissak, ha jól látom, még hozzá megyünk ide, ti bemehettek a városba, én a láda miatt kijebb szállok. Egy kör mennyi idő, legrosszabb esetben 5 perc, jó esetben 40 perc is lehet. Változó. Nyáron megyek Olaszországba, majd a talira hozok pizzát. Hát az addig nem romlik meg. Nem tudom. Valaki folyamatosan próbál, vagy nem csak bejelölt a Starlight, ő nem tudom, hogy kicsoda, bár ha Emi te vagy, akkor majd írja csetre. Én meg tavaly voltam Olaszországban. Na, amúgy szép az olasz, én nem is tudom, én gyerekkorban voltam, vagy háromszor olaszban amúgy. Jó hely. Ja, az a Vivi rendben, akkor majd mindjárt visszaigazollak, Vivi. Jaj, de vártam már Fortit úgy őszintén. Jó, egyik kedvenc játékom. Nekem a Forti a kedvencem. De már nem bírtam még magam rávenni, hogy kodozzak. Annyira más. Pedig már páran kérték. Nem is szoktam kodozni. Mindjárt nyitunk egy ládát. Nem szeretem a Call of Duty-t. Nem tudom, nekem nem jön be. Hát, nagyon más, meg mondják, hogy a profiknál az annyira olyan, hogy lelandolsz, és kb. Game over. Tehát egy lövéssel le tudnak szedni. Lehet a másik kézzel fegyó, itt is van egy Star Wars fegyó, mert én vettem, itt tudtok vásárolni is. Persze, hogy lehet. És akkor a ládákat kell nyissam, ez kettőnek számolja, vagy egynek majd kiderül. Itt is van egy Star Wars fegyó. Egyet töltem. Oké, ügyes vagy. Ez jó hely, menjünk be a városba a többiekhez. Azt hittem tudok jönni, de 6-kor tudok akkor véget. Sajnálom, nem tudom úgy alakítani, hogy mindenkinek jó legyen, de ha elérjük a 7000 és 24 órás forti lesz, az mindenkinek jó lesz, mert valaki biztos tud jönni. Kivétel, aki akkor nyaral. Ha meg lesz nyára. De szépen haladunk, van rá szansz. Igen, ezt akartam mondani, nagyon szépen haladsz. Hát most egy jó 65 feliratkozó jött ebbe a hónapba, de hát jó, ezzel tisztában vagyok, hogy a Kinder Joy nyitás is hozott, a Star Rail is új játékként, tehát ez ilyen. Hát merni kell újítani néha, és akkor hát az hoz. Minden videós ezt szokta ugye csinálni, ami felkapott, pont azt csinálja. Igen. Bocsánat. Én oda tudom adni amúgy a Dumbledore-t, amit nyitottam. Hát, ha addig nem sikerül szereznem, Max, akkor én már venni nem nagyon szeretnék tojást. Live-on kívül így is nyitottam kettőt, az egyikben ugyanúgy egy Luna volt, a másikban meg az ilyen matricás, ragasztós Rocksport Express, az nem is lesz videóban, mert azt tényleg csak kaptam egy ismerősömtől és úgy nyitottam. Aztán a holnapi videóban pedig a 8 tojás, az jó lesz, mert mint a relatíve jó, azt nem árulom el, hogy sikerült-e újakat nyitnom vagy nem, de jobb lesz, mint az előző, ahol egyet se nyitottam újat. Más az előző olyan volt. Igen, igen, azt mondtad. Dobok shieldet. A Galaxis őrzői új rész, azt mondják, hogy nagyon jól sikerült, tehát ugye azt én is tervezem majd Janával valamikor megnézni. Dave, tudod, mi történt velem még live előtt? Na mondd! Bent vagyok 1v1-be koronával, és kilaggoltam.
Ó. És így nem bírtam meg. Pedig neked akartam adni a koronát direkt. Hát nem baj, én el vagyok azok nélkül. Szia, Villő, és Es írja, hogy esküszöm vonallal, vonattal van baj, se otthon, se suliban nem akad. Akkor igen, van olyan vonal vonaton, ahol még térerő sincs, én tudom, mert mikor utaztam haza, konkrétan visszaírni nem tudtam Messengerbe, annyira szar a térerő. Hol a Monster? Hát itt van bekészítve. Ezt Mario Knight-tól kaptam ajándékba, úgyhogy be van készítve, majd meg fogom inni a live-ba, ne aggódj. Már a szükség lesz rá. Hogy bírja az agyam. Chris Hun HD Gaming írja, hogy vasárnap nézte meg a mozit. Na, tök jó. És neked hogy tetszett? Spoiler nélkül csak, hogy hogy tetszett. Hú, mekkorákat ugrok. Nagyon jó. Ó, igen, itt a cucc. Jó volt, aha. Azt itt, igen, ezt már olvastam. Voltam ma mászni, és egyre jobb vagyok, nagyon boldog át. Ezt Villő egyszer komolyan megmutatott, hol van, és elmegyek mászni. Elviszük Janát is, és hároman mászunk. Mit szólsz, Villő? Tőlem amúgy is lehet a falra mászni néha, hogyha éppen rossz napom van. Aha. Kidobott gránátot? Nem én. Itt van ilyen, hogyha akarjátok, hogy felhívjátok a figyelmet, hogy hol van az ellenfél. Nagyon jó sport, szívesen elviszlek titeket, majd ott mondogatom a szabályokat. Hát ha nem bonyolult, meg... Ó, lőnek rám! Jövök. Azaz, mocsok, nagyon tetű. Elmegyek, Dave kell kard, hozott kard? Hát megköszönöm, igen. Én gyorsan addig shieldelek vissza, amit leszedett. Falat törni nem lehet? Biztos van olyan is. Én olyat tudok, ahol kalapácsokat lehet dobni, de az 30 ezer per kikapcsolódás. Nem Bonyi, egyszer kell megjegyezni, és nem probléma. És mennyire vészesen drága Villő mondjuk egy nap ilyen cucc? Én egyszer el szeretném menni egy ilyen olyan szobából kiélheted, hogyha ideges. Vannak ilyenek, igen, van olyan, hogy széttörhetsz bármit, meg minden. Tényleg van ilyen. Hát csak amikor már ki kell, hogy fizessed, akkor már nem hát leszel. Akkor még dühösebb leszel. Én nekem egyszer... Igen. Milyen ládád van? Sima. Ezt nyitottam belőle. Nem, köszönöm. Ott van valaki? Nem, csak polipot. Ja, jó. Lehet a neve foltos a plüsnek, persze. Hopp, beestem a kukába, jó nagy szemét vagyok, szokták mondani. És akkor innen tovább megyünk. Igazából még jó helyen vagyunk, de nem sokára majd, ha szűkül, majd megyünk tovább. Ja, de bocsánat, hogy sokat kölök, csak most nem kötyöt iszögök, csak rám jött valami allergia. Ja, semmi baj. Látom, hogy van ilyen Star Wars-os felat is, hogy ezen kell menjünk, teljesen jó. Hát az allergia most a hulló vackok miatt, amik jönnek le a fáról, az ilyen. Menjünk kicsit, mert a ketten kijebb vannak a városba. Megcsípett egy pók. Az engem is sűrű meg szokott sajnos. Úgy, hogy aludt. Az nem jó. Aludtam. Hát az olyan kócsíp, az biztos, ezt alátámasztom. Tapasztaltam. És én pont allergiás vagyok az ilyen csípésekkel. Hát ez nem jó, de ameddig nincsen nagy bajod belőle, addig oké. És... Úgyhogy akkor áradagadtak, mert mindegyik a hátamon volt, és akkor elvilettek. Ez kemény. Esetleg ilyen, nem tudom, hogyha van valami kenőcsötök, akkor azzal be lehet kenni. Már bekentünk, most már jó. Akkor oké, hát ha World időben veszel jegyet cipővel, magnéziummal együtt, az 3009, csúcsidőben 4005. Ezt majd Villő priváton írd már meg, és akkor nem felejtem el. Felbéreltem egy embert. Jó tetted, én mindjárt kardot akkor el tudja a lila hozni nekem? Az a zombi. Igen. Előzőt fellopom a Mateusz. Lőnek valahol. Hol lőnek? Én ezt nem értem, hogy kell. De nyomom a use. Hát az kell, de mindjárt ott vagyok én is.
nem tudom. A barátomnak is néha beszokott bagolni, és nem tudja használni. Igen, nem sokszor tudom. Kell tényleg nyomogatni, és egyszer van, hogy beadja. Nekem be is adta. Na, nice. Csak mindjárt visszaveszem a fegyvert, már eldobta. Itt vannak mellett. Oké, mehetünk. 200 méterre. Ja. Akkor vadászuk le. Szia, Levi. Teljesen jó villő. Szia, Jármics is, már három csapat van, de most csak két köröket megyünk. Írás fel magad, és várd ki a sort, és persze majd jöhetsz. Na, ez a bajom az író build. Következő az építős lesz, mert volt, aki mondta, hogy legyen az. A kék nagyon előre ment, az jöjjön majd vissza, köszi. Okay. A Vince. Kapott 164-et. És hát próbálunk oda menni. Jól vagyok, köszönöm, Levi. Sziasztok, jó hír, holnap mehetek osztálykirándulásra. Na, tök jó dorka, és bárra mentek. Nekünk nem lesz nincs tanítás az egész héten. Na, de jó nektek. Ja, a gimnáziumosok eredmény. Az jó, mázlisták vagytok. Ötkor még lehet jönni? Hát, ha akkor iratod fel magad, Adolf, nagy eséllyel nem fogsz tudni jönni, mert 6-ig tart a live. Budapestre. Az jó. Ja. Ez a fegyvere nagyon... Tört? Rámegyek. Jó. Nem, sokaknak van tanítás, a gimiseknek főle, annak nincs. Ezt beszéltük tegnap Janával pont, hogy gondolkoztunk, hogy hogy lehet, hogy Szabinak nincs tanítás, mondjuk Patinak meg van, meg Esnek is van. Megyünk hozzá Dév 52-en. Azt 52-en mentek osztálykirándulni? Gondolom nem egy, vagy az az egész évfolyam nem egy osztály, ez odavágna 52 fős osztály. Vicces lenne amúgy, Dorka. Hát mi 29-en voltunk legtöbben. Ma mi is 29-en vagyunk. Ó, hogy a másik karddal van. Jaj, de hogy nincs a mobilitásom, az nagyon rossz. Ennek még shotgunja volt. Az szép. Így mi. Menjünk beljebb, mert jön majd a vihar. Szia, Bogi, de örülök, hogy látlak. Van kedved jönni játszani esetleg, vagy időd? Mert most van várakozós csapat, de felírathatod magad, 6-ig tart a live maximum. És meghallgattam a hosszú 16 perces üzenetedet, csak még nem tudtam ráírni őszintén. Holnap fogok. Tanárok, magyarán, akivel van első óránk, annak tanárnak kell elvinni a kulcsot. Ah, értemes. Értem. Ha már Star Wars event van. Megyünk a szigetre? Menjünk! Aha, a benzinkúton egy trió. Megöljük. Szerdán vagy csütörtökön számíthatunk live-ra? A tagok azok látják a live menetrendet, nézd meg majd, csak ne olvasd fel hangosan. Tagságfül alatt megtalálod. Ugye megnézem. Negyedül megölök egy squadot. Amúgy ez meg lehet. Mármint a sziget? Nem, nem én, rajtam. Látom. Ez a fegyver nagyon. Mit lősz innen, te sunyi? Megvédelek, Dév. Nagyon jól jár. Dev. Oké, meg vagyok. Nagyon jó. De köszi a védelmet, az kellett. Most nagyon jók az új Star Wars-hoz cuccok, hogy a kardot, hogyha felveszed, akkor mindegyik más tud. Oh, kedvenc fegyverem! Elvitték a szigetet. El. Valószínűleg onnan jöttek le. Ott vannak, de az a korszeg megnyit. Ja, most kettő izét hoztam el véletlen. Igen, a szigeten nagyon jó loot van, az a baj. A pulse rifle olyan jó. Na, az nagyon jó. 49-et sebez testbe, és annyira gyorsan lő, mint egy SMG. Oké, Bogit írjátok fel, Modik, köszönöm.
Mit kardozol a társamba? Úgy. Köszi, Dév. Nagyon szívesen. Ne kardozzon nekem itten. Nagyon felkapott a Star Wars, amiket én játszok, azokon bejöttek kinézetek, pályák belőle. Igen, most nagyot fut, mert ugye a május a Star Wars hónapja. Még mi? Prémiumot is megvettem, mármint a Star Wars-os izét, Bogi. Váó, az tök jó. És beírtad a kódom? Meg lehet a sziget. Meg lehet. Mert volt, aki elfelejtette, volt, aki nem. Azért kérdezem csak így. Nyilván. De fent vannak. Felmegyünk? Várjatok meg, mert mindjárt ott, ja, ti már felmentetek, jó, megyek. Oké, szuper vagy, Bogi, és köszönöm. Hoppá, valaki lőtt. Makró, ezek elvittek mindent. Meg valaki jön? Ott jön. Jó, de legalább van slurp juice, ami fontos. Igen. Itt van egy full drive. Várjál, mert itt lőnek nagyon. Mateusz meg fogják ölni, mert egyedül van ott, lent. Ott vannak. Fight. Valaki ott van lent. Valaki itt osont, ez biztos vagyok benne. Hogy kell felmenni? Nem találom. Ja, megvan. Egy halt. Az is halt. Na, nagyon jó. Na, akkor most jó állunk. Igen. Viszont következő körbe várjuk be egymást, vagy akkor egy kört fogunk játszani, ha ennyire ketté osztva megyünk. Én csak jövök zombi után igazából. Igen, de nem zombi, a streamer. Köszönöm. Ez is jó. Ennek van a legjobb képessége a Darth Maul-osnak. Igen. Csak már nem tudom felvenni. Tegnap játszottam triót, és amiatt hallottam meg. Mert van kedvenc sorozatom vagy filmem? Nagyon szerettem a Nagy pénzrablás, mint sorozatot, és kedvenc filmem mondjuk a Star Wars filmeket szeretem nagyon. Nyilván. Igen, kiderült, Dorka, bűvészet lesz, és mondtam is a live elején, hogy már 3 trükköt megtanultam, 2 trükköt, 2-t még tanulófázisban vagyok, illetve 2 nem kártyával történő bűvészkedést is tanulófázisban vagyok, csak nagyon-nagyon sokat kell gyakoroljak. Várjuk meg Dévet, várjuk. Igen, meg Dévet. Jó, meg hát a többieket is, hogy együtt legyünk 4-en, oké. Okay. Ott vannak. Mehetünk. Megvan 9, meg a headshot snipe. Valaki tud gyorsan. Megpróbálunk. Köszi. Szia, Christopher Fazekas, mi újság? Nem láttam egyszerűen. Na, tök jó, Bogi. Az új szériák is jók, bár sokan szídják őket, de nekem tetszettek. Frissít, no, akkor te se léptél be sokat. Na gyere, öcsém. De én is bent voltam tegnap, és nekem. Egy megvan. Nagyon szép. Egyik nagyon kevés élete van. Így, négy. Lekardozott az egyik, de a másik megvan. Hajrá! Egy halt. Majd szedjetek fel. Ez végül is nem volt rossz arány, hogy egy meg lett, a másik nem. Hátad mögött! Mateusz, hátad mögött! Szedjétek le, és úgy szedjetek fel, köszi. Még egy holt. Én is kíváncsi leszek, es. Ezt már le kéne hozni, most már nagyon finishbe vagyunk. A hegy mögött. Lehet shatolt! Föntről. Szedjétek, Davis. Igen, köszi. Időm van, tegnap óta táppénzem vagyok. Ó, értem, akkor örülök, Bogi, hogy jössz majd. Köszi. Most már le ne szedjenek, mert nincsen életem. Ott van lenne a fánál, látom. Szép. Meg innen is jönnek.
Honnan? Ó, látom. Itt van lent valahol. Aha. Hova lett? Ott van! Szép! Nagyon szép! Pont ez volt a legjobb, odalögtem. Egy ember van ellenünk. Very nice! Maradjunk a körbe. Az az egy ember az itt volt? Ott van, megvan! 55. Gyerünk, zombi! Hajrá! Jövünk mi is, amennyire tudunk. 40. 40 tört a shield. Gyönyörű. 55 kapott, mi nem tört. Itt vagyok. Akkor csak az overshield-je tört. Most tört. Majd overshield. Ott van arra? Igen. Szép! Mert a GG. Nagyon szép. Mászás nagyon sokat segít most mentális egészségem, mert már nagyon kellett. Örülök neki, Villő. 31. Oké, John. És ma nem lehet ready hozni. Kintről gyertek. Igen, nem engedtem, mert lehet, hogy ez egy újítás lesz, hogy most nem lesz ready up bent, hanem mindig nem, ki kell gyere. Csak be van bágos. Vagy bagos. Hali Edi, te is így dobd fel magad a listára, hogyha majd jönnél, hatig leszünk ma. Mondjuk én mindig szeretek lobbizni. Hát annyiba, hogy átállítjuk építősre, addig ne redízzetek be. Na, ez gyakoroltam 2 óráig, szóval... Akkor le kell hozni az építőst. Úgy, és most annyit csinálok csak, hogy ennek a skinnek a másik felét, 802 robotos, ez teljesen korrekt. Kedvenc skinemet beraktam. És akkor a hátára mondjuk ne ez legyen, hanem mondjuk ő. Et. Valaki kicsit búg. Nem tudom, hogy kicsoda. És akkor mehetünk. Amúgy Dave Squadban nagyon egyszerű nyerni. Tudom, nekem a legidegesítőbb szólóban, hogy mindig második vagyok, nagyon sokszor második. Mert olyannal maradok a végén, aki nagyon pro. Én a triót nem szeretem, mert fogadjunk, hogy a teammateim mindig meghalnak. Tényleg mindig meghalnak végén, és úgy nem tudok egy D3-ba. Hát a trió is nehéz, de a duó is nehéz, hogyha a duó társad nem a legjobb játékos, az úgy nehéz. Nekem nagyon jó. Barátom is van, akivel szoktam játszani, hát maradjunk annyiban, nem akarom őket kritizálni, csak hogy nem jó. Az én duótársam az nagyon jól játszik. Hát ezt is sokat kell nagyon gyakorolni, tehát hogyha nem játszol hónapokig, simán kijössz a gyakorlatból. Szabi, lefrissítettél, te felirattad magad? Nem tudom, csak most így látom a neved az feliratta, életet eszembe. Láttam a nevét. Jó. Megnézem, mi lesz a menetrend. Oké, csak ne olvasd be hangosan, mert akkor le kell némítsalak. Oké. De valaki kicsit azért búg még mindig. Nekem is. Most kezdett el búgni valakinek a mikrofonja, azért szólok. Na, mikor lenémítottam magam, akkor is búgott. De zavaróan búg. Ez a Hungry Gamer lesz? Nem tudom. Szerintem. Kb. 6-ig tart a live. Már én biztos nem búg, mert nekem jó. Johntól kapott bögrébe, ő iszok. Igen, annál tovább nem nagyon, mert utána azért még pihenek is, meg minden, mert holnap dolgozok. Ugrunk. Azt hiszem itt is láda nyitást kell csinálja. Dave a sziget... Na, nem tudom ki. Na. Nem bírok beszélni. Mi van a szigettel? Na, ide! Nem tudom a helyre. Jó, mehettek oda, majd onnan visszafutok, hogyha megvan a láda. Amúgy Dave, nem tudom, ma is visszanéztem az előző Forti Live-ot. Jó tetted. Azt az 1v4-eset, azt nem tudom, hogy csináltam. Az nagyon szép volt. Nem tudom, szerintem lenéztek, és azért tudtam megnyerni. Megnyerni. Lehet. Most kajakteliben rajta van egy ember. Hát attól függ, hova mentél. Köszi.
Ó, jó. Hinni. Legalább már fő vagyunk Mateusza shieldelve. És akkor menjünk be a többiekhez. Én kettőt haltam, de majdnem meghaltam. És szia, Levi, lehet nem köszöntem, bocsánat. De én vettem neked egy lila fegyvert. Jó, szürkére le is cserélem, mindjárt megyek oda. Már repülök. Azért ezzel egy fokkal gyorsabb. Hajtam, ketten vannak, szóval nagyon kéne segítség, mert... Jó, próbáljunk összevergődni. Jövünk. Jaj, és ezeknek van shotgunjuk. Egy megvan. Meg, az van, az is megvan. Köszi, Dave. Nincs mit. Défal vagy? Éppen itt vagyok. Adom a lila fegyvert, hogy megvittem. Okay. Köszi. Aha. Valahol lesz neki. Ja, köszöntem, jó, igen. Jobb kétszer, mint egyszer se, ezt én is így szoktam mondani. Hát... nem biztos, hogy itt lesznek pont, mert... Nem láttad, hogy szálltak volna? Arénába is bebountiztam, itt jelezte, de... Második. Tényleg ez a második kör, jogos a kérdése a Boginak, hogy kik jönnek ezután, már be lehet írni, köszönöm. A Pati csapata jön. Annyit tudok, hogy Pati benne van. Én úgy tudtam, hogy a harmadik, de hogyha a másodikra lefrissített, akkor örülök. Még a legelső előtt jó, ha jól látom, lefrissített neki. Igen. Ja, igen, Imre, Szabi, és nem, a harmadik a Pati, jól emlékszek. Még a következőben nincs benne. Imre, Szabi meg Proof, akkor ti készüljetek. De azért még van időtök, ezt még szerintem lehozzuk. Legalábbis jó. Megpróbáljuk. Kedvenc fegyveremet megkaptam megint. Megpróbálunk átvergődni a másik irányba, igen. Megpróbálok elmenni a kardér, aztán jövök vissza. Amúgy neked melyik a kedvenc helyed? Hát nem tudom, ezt még nem tudom melyik ebbe a szezonban, még ez jó kérdés, látod. Nekem ez, ahol most vagyunk, ez a kedvenc. Nem rossz. Úgyhogy oda megyek a kardér, egy valaki jöjjön utánam azért, hogyha lelőnének, de hát ha nem lesz ott semmi. A Mateus megy veled, szóval okay. Nincs baj. Nem tudom, mit dobja ki ezt vagy ezt. Én a tüzet fogom nyilván, azt csak ideiglenesen hozom magammal. Jó az néha, főleg építősben mondjuk a tűz. Az mi? Vince az egzotik? Aha. A trade? Mire? Erre? Ja, jó teszed, hogy Fortira csinálsz egy füzeteted, én is régen azt csináltam. Igen. Na már veszük jó. Is ki a fegyót. Valaki meg tud sok jammót adni? Megnézem, hogy van-e. Csak valahova verődjünk össze. Nem megyek felétek. De... Van egy de ilyen feladatom, hogy 5-ször fel kell emeljelek. Dave, jönni fog a buszóval. Megvárjuk ezt? Megvárhatjuk, csak hova jön? Na, akkor oda visszamegyünk. Nem tudom, én meg leszedem, menjetek a széfhez. Várjál, nem is vagyunk ott a Mateusszal még. De megyünk. Amennyire tudunk. Csak jön a vihar. Ha de, David, lesz annyi hír, hogy túléljük. Csak hol van maga a széf? Gyere, megmutatom. Törekszek menni. David vagyok a... Hungary Gamert látom. Ha látom a kört, Edi, csak azt mondják, hogy próbáljuk meg így is. Itt van. Aha. Ugye én tudjátok, hogy mit szeretnék, ha bejönne? Na. A Star Wars-ból a lézerkard csákány.
Az nem lenne rossz tényleg, ha csinálnának egyet. Most jól látom, hogy át tudtam ütni a falon. Átütöttem a falon. Ez egy bug. És akkor mehetünk. Ezt hova dob ki? Ja, nincsen. Ó, de jó, nem mentem, nem vettem. Jó, most már menjünk be. Csak Mateusz, majd híled magad. Én gyorsan visszatudok, mert van olyan fegyverem. Jó, mehetünk a sárgához. Közben, aki még nem tette, feljelje meg a lájkot, támogatni Supercset, Supermatrix a tagság és tagság ajándéka. Tudtok, illetve PayPalon is tudtok küldeni összeget, ha szeretnétek, de azt ritkán szoktam mondani. Na, mehetünk tovább. Ez volt a reklám helye. És akkor ide szépen belandolunk. Ti szedjétek a materiált is, hogy majd tudjatok építeni. Hát én jól építek, szóval tudom. Apa! Rendben van, Imre. Jó, majd Zsombi, te is gyere, mert már mindenki bent van. Oké, Varnyú, örülök, akkor megkajáltál, megtanultál is, vagy még csak a fele? Dév, majd ha hazaérek, beírom, hogyha szeretnék jönni, úgy jó. Hát csak kérdés, Varnyú, hogyha akkor lesznek nagyon sokan, nem tudom, hogy hatig sorra kerülsz, de nyilván, hogy neked kell látnod. Ezt az Edinek mondtam, lehet Varnyút mondtam, bocsánat, csak előtte még ott járt az agyam, hogy neki válaszoltam. Dév, tudod mit adnék, hogyha bejön a Fortnite-ba? Na. Hogy ilyen rövidebb meccsek, hogy ilyen 10 perces. Az se, de mi alapján? Tehát, hogy gyorsabban szűkülne a kör? Igen. Érdekes lenne. Ahhoz teljesen más mechanikát kéne, mert nem annyira sokat tartózkodhatsz egy helyen. Ez nagyon rohanós lenne. Oké. Most el kellett dobni, kedvenc fegyverem. Azaz, megkaptam a legjobb perket. Minden is ég. Szia, Colette Turtle Hunter, szép délutánt, hogy vagy? Ja, értem, Edi, oké, oké. Hú, ez nem rossz. De amúgy a Star Warsból melyik karakter a kedvenced? Hát látod, ez egy nagyon jó kérdés. Ezen még majd gondolkoznom kell. Régen Jar Jar-t mondtam volna, vagy Chewbacca-t, de most már azért nem feltétlen. Hát majd még átgondolom. Nyilván a Mandalorian-t azt nagyon szeretem. Tehát ez megint egy másik különálló dolog, amúgy a más karakterek. De nincs, nagyon előre ment. Majd lassítson. Nekem Dave a Rey, a Kylo Ren és a Luke Skywalker. A Kylo Ren sokan szeretik. Hát a Rey-t is bírom igazából, mert kevés olyan női karakter volt, aki úgy jobban ki lett emelve. Vagy aki többet Dave, harcolt. Nekem Legóba is megvannak, mert én nagyon sok Legó van. Aha, na tök jó. Én nekem azt hiszem csak egy Star Wars-os ilyen mini kis X-árnyú Legón van. De nem a nagy, hanem csak a picike, ilyen 1000 forintos volt. Csütörtökön érkezik az új szerkesztésem. Na, majd Varnyú, kíváncsi leszek. Vince meghalt, nagyon előre ment. Hát én mondtam, hogy ne menjen előre, most csúnyán hangzik, de hát megérdemli. Jó, várj be minket, persze. Azonban nem tudom mennyi, hogy elég lesz ez a materiám, félek. Hát eldobálom, amin van, szedjed fel. Ja, jó. Én úgyse építek, gyere. És akkor várj meg minket, Mateusz. Azért mondtam, ezért szoktam mondani, hogy gyerekek, ne rohanjunk előre, de nagyon egyszerű, Vince következő fortiban nem jöhet, ha ugyanígy előre fog rohanni. Ezt már másnál is bejátszottuk, és Mateusz például tanult belőle. Köszi. Jó, most már így merek a fel. Mert ez még mindig nem szóló gém. Hello, gamerik, Mizu! Aha, az ott látom, van akinek kardja is van. De Dave, hogyha közel vagy a kardhoz és shotizod, akkor
Lehet csatolt, hajrá! Vigyázzatok! Jól, köszönöm szépen, Colette. Szia, Émi, mi újság? Gombit is írjátok majd fel, köszi. Nem baj, nem tudsz hangba lenni, persze. Nem elvárás. Csak örülök, hogy ennyien sokan vagyunk tagok, hogy tudunk ilyen sokan hangba lenni. Hát, hajrá! Vigyázzál! Hát engem pont már leszettek, Émi, az erő semmit nem ért. A erő nem volt velem. Nem baj, srácok, azért jó volt, jó volt. Köszönöm, mert csak a tét. Várjál, most bement Spectate-be. Olyan fura, hogy ki nem mutatja a Reddit. Tényleg. Hány csapat van? Hát kb. 4 gamerik, azt hiszem. De 6-ig eltart a live, úgyhogy még van idő. És én is köszönöm szépen a meccseket. Most egy tökéletes példáját láttuk annak, ezt mindjárt kifejtem, amikor kimentem a lobbiba. Minden sértés nélkül, reméljük nem fog megsértődni a Vince, de teljesen úgy gondolom, hogy jogos és igazam van. Hogy a teljes példáját láttuk annak, hogyha valaki önzően előnzőzi és elmegy előre, leszarva a csapattársait, az meghal, és miatta elbukjuk a meccset, ez teljesen megmutatta azt, amit én mindig pofázok, hogy azért nem rohanunk előre, azért vagyunk kicseszetten négyen, hogy együtt haladjunk. Most megmutattuk azt, hogy milyen az, ha valaki telibe szarja. Köszönjük szépen. És semmi gond nincs ezzel, Vince a következő heti Fortnite-ban nem jöhet játszani. Köszönöm, modik, írjátok fel. És akkor innen folytatjuk. Minimális szigor az sajnos kell. Szia, Szabi! És akkor Proof és Imre jön. Majd tanul belőle. Mint ahogy annó Mateusz is tanult, és tök jól játszik. Mateusz most már tudja azt, hogy mi a közösségi elv. Nem tudom, mi folyt itt, mert eddig el kellett menjek már persze, de oké. Hát remélem nem takony, és nem igen, majd visszanézed. Halli, tegnap nem sikerült 4 emberrel, Simulted World 4, ma meg 3 emberrel vittem végig. Akkor GG Zsolt, tök jó. Majdnem olyan, mint a VV Zsolt. Akartok építőset egyet? Ha bárki azt mondja, hogy igen, akkor mehet. Ha senki, akkor nem. Nem. Imre mit mondott? Imre? Én nem szeretnék. Oké, a Proof Navi pedig írja be, ő nem tudom, hogy tag-e. Ő kicsoda? Csak azért kérdezem, hogy tudjam, hogy lássam, hogy ő tag-e. Ő a Jack Sparrow. Akkor igen, írd be, hogy szeretnél építős, Jack, köszönöm. Addig átnyomunk az item shopra. Igen, jogos, mindjárt olvasok. Tehát, hogy ez a farkas, ez annyira cuki, gyerekek. Tehát én nem nekem tudom. Is bejött. És az emotja a legjobb, hogy konkrétan eteti a kis mókust. Lepacsizik vele, ez mekkora már? Ez nem tudom, olyan, mint valami meseszereplő egyébként. Pati halk vagy, a Pati nincs is itt. Most írt az izé chatra, hogy nem, a Fortnite chatra. Ja. Jó, akkor váltunk át simára, köszönöm. Jaj. Mármint, hogy zero build-re. Szabi is halk. Szabi teljesen jó, ne írjátok neki ilyet, hogy halk. Én hallom. Lehet, hogy nálad izé, ez már a streamben halk vagyok, lehet. Nem, lejjebb lett tegnap tekerve ugye az asztal audio, most feljebb húztam, ne legyetek hangosabbak. Ja, jó, oké. És akkor... Rendben velem meg a mikrofon előséget. Oké, mindjárt nézünk is, most megvolt a két robot, jöhet egy következő Star Wars-os, akit mondjuk múltkor nem hoztam be, legyen ő. A Ferenc, akit én úgy szoktam hívni, hogy a Ferenc. Ferenc, behozzuk Feri. A Ferencet. Mehetünk. Dave meg Hulk, azaz. És amúgy jogos, amit írtatok közben, csak bepörgött a chat, hogy köszi szépen a meccseket, mennem kell, oké, rendben, és sok sikert a BIOS Team záróra, vagy mi? Ja, visszajössz, csak vissza, oké. Igen, aki szólózik teamben, ne jelentkezzen, ez nagyon jogos, Émi, most azért is mondtam ennyire kihangsúlyozva, nem a Vince ellen irányult, mint ahogy annó Mateusz ellen se, hanem tényleg, hogy tanuljuk meg, hogy aki szólózni akar, az ne jelentkezzen, hogy játszon maga, nem kell live-ba játszani.
Röviden annyi volt Szabi, hogy mi beszéltük, hogy mozogjunk együtt, ő elment előre, ja. Szarrá lőtték, utána pedig mire odaértünk, ugye minket is, és emiatt ki is kaptunk, és mondtam, hogy ez a teljes példája, hogy Squad V1, utána ott van építősben a másik négy fő kontra mi, ahol én nem tudok építeni, esélyünk nem volt. Vágom. Igen. Tehát azért mondtam, és az első meccsben is figyelmeztettem, hogy ne rohanjon előre. Tapasztalatból mondom. Hogy tényleg nagyon fontos a közösen való mozgás. Mint egy fitness edző. Fontos, hogy közösen mozogjunk. Fitness edző! Halló! Megyünk ide, és akkor utána bemegyünk Slappy-be. Kérdeztétek, hogy mi a kedvenc helyem? Hát, bármennyire is a Kenjutsu-t szeretem, mint helyet, illetve a Mega City-t, hogyha valamit választani kell innen. Milyen volt? Várj, nem jött át, hogy mi milyen volt. Es még csak úton van haza szerintem. Dave, milyen volt a mai napod? Jó, köszönöm, bár kevesebbet haladtam, mint szerettem volna. Star Rail-szeztem egy picit, ott szereztem 7 ilyen warpot, még kell majd gyűjtsek. Aztán ugye megvágtam a Kinder Joy nyitásos videót, gyakoroltam 4 bűvész trükköt, lementem a csomagért, ami megérkezett, ott legalább sétáltam egy jó fél órát, aztán hazajöttem, kajáltam, és kb. Így ennyi volt a napom. De jó. Nekem most unalmasan, tehát... De tudnék most rage-elni. Akkor rage-elj, nyomjad a troll emojit, megengedem. Tegnap előtt Overwatch 2-be küldtem egy gyereket, hogy menjen Fortnite-ozni inkább. Ne küldje ide szarokat! Ne! Kodba küldjed! Küldd el kodozni! Ne fortizni! Mi van? Ide ne küldjél béna gyerekeket! Ne küldjed! Esnek szóljon a chill chat! Nyomjátok a chillt! Nem tudom... Meg álmos vagyok, Szabi, nem tudom. Tehát, hogy... Olyan nem fáradt vagy vagyok, de aludtam, tehát rengeteget aludtam. Jó, relatíve, mert 6 órakor felkeltem, de este már korán aludtunk. Vagy te vajon mikor feküdtél le, az meg 10 óra körül, 10, 9, tehát 10, fél 10. Nekem figyelj, hajnali 1 és 10-kor keltem. Az úgy jó. De az úgy reálisan 9 óra, az szép. Hát ja, tehát így aludtam, de arra kerek fel, hogy anyám hív messengerem. Az igen. Itt ne nyissátok ki a ládát. Ó, ott vannak az ellenségek, nem hogy ti nyitjátok ki, ők nyitják ki. Ja, de nincs fegyverem, jó van. Meghalunk. De rossz. Nem. Miért hal? Nem jó, mert nem érzékelik bazd. Nem beszélünk csúnyán az egyes gombot. És persze, ott van bent! Halt. Nice. Gyorsan le kell menjek healelni. A másik! Hollal? Nem látom. Tudsz jönni, Dave? Bajba vagyok, 17 HP-val nem mennék még oda. Jó, legyőztük őket. De nem lett meg a küldim, mert kinyitották a szemetek. Várjál, Imrét menni kell. Jövök. Fú, még jó, hogy tudtam venni, hallod egy fegyvert. Még van valaki! De ne lőjenek már minket. Arra. Lövöm, nyugi. Másik ott csúszik vagy valami. Na, hova lett a genyó? Valaki nekem elkittet ottam. Jó, megvan. Hú. Honnan snipernak? Aha, megvan. Jövök vissza hozzátok, csak muszáj voltam megvédeni magam. Ja, csak snipernak minket, 74-et kapott. Nem tudom, van-e shotia, nem merek előre rásolni. Legalább teljesült egy feladatom. Kapja. Na, All Might-ot kell megölnünk. Nice. Es, nyugodj meg. A forgalmon nem tudsz változtatni, amíg nem lesz-e miniszter vagy valami. Utána már lehet, hogy tudsz, vagy a város polgármestere. Hú, új polgármester, S. Mystery S. Azaz. Parabum.
Bocs, hogy eltűnt, nem csak próbálok ezen a napon túllépni. Ennyire rossz napod van, Vivi? Ja, a matek, igen, megért. Hülye vagyok. Holnap melyik lesz? Holnap töri van, vagy nyelv? Töriztek, ugye? Érettségizők. Hali Anna, mi újság? Egyelőre beírom magam negyedik csapatba, az jó. Persze, modiként jogodban áll. Hol vagytok? Jövünk, csak csináltunk valamit. Ah, nekem is úgy rémlek, hogy töri lesz először. Hol az az itt? Ó, látom. Igen, most jelöltem be őket. Oké, megpróbálok segíteni. Dobálok gránátokat, ne lepődj meg. Oké. Egyik halt. Halt egy. Látom. Jó, haltak. Vigyázz, szemből még lőnek, vagy valahonnan. Az én voltam. Ja, szerintem te voltál? A Flaggan, most az szerintem most érkezett le. Akkor jó. Ó, de dobtam véletlenül a shieldet! Megint rossz gombot nyomtam. Németből felelek, hát az se könnyű. Na, örülök neki, Anna, hogy rendbe hazaértél. Angol már volt. Ezt nem, mikor? Hát nem hétfőn kezdtétek az érettségit, vagy van ahol az hamarabb van? Én nem tudom meg erről. Tényleg, Szabi, egy random kérdés. Te gimibe vagy, vagy sima suliba? Ezen dilemmáztunk tegnap Janálva. Technikum. Hogy neked is szabad volt? Ma azt beszéltük, hogy ilyen, hogyha hatosztályos gimibe vagy, akkor simán lehet. Nekem technikum van, ez úgy működik igazából, ha nem vágod, hogy 5 évet vagyok bent, mert... Igen, hogy egy ugye, év csak nyelv. Egy év ugye az nyelvvizsga, igen, arra felkészülés. Ah, akkor jó gondoltam, aha. Tehát igen, és akkor az 5 évet letudom, akkor már dolgozhatok. Na, igazából az tök király. Tehát ez így működik. Az most fajintos. Mivel érettségi megy, ezért nincs suli, és holnap azért nincs sulim, mert elvileg digitális oktatásom lesz. Ja, aha, na írja az Edi, hogy ő is technikumban van. Tehát, ja. Tök jó. Na. De amúgy élvezem csak az osztálytársak, hogy hagyjuk igazából. Figyelj, erre mindig azt mondom, amit szoktam, hogy az osztálytársaid, igen, lehet, hogy utána soha büdös életben nem látod. Tehát, hogy... Úgymond addig az X ideig kell kibírnod, mert utána lehet, hogy tényleg nem fogod soha látni őket. Nekem van olyan, akivel suli óta egyszer nem találkoztam. Hát figyelj, mi az már? Én az előző suli osztálytársaimat izé hiányolom. Ezeket igazából, ezekből hiányolnék csak 2-3-at. Uh-huh. Akikkel tartom a kapcsolatot. Ez utána a csapat után kik jönnek? Ez még az első körünk, ugye? Igen, első körünk. De attól megkérdezzük. Látom, Bogi, nagyon tűzbe vagy, hogy jöhess, már én is várom, ezer éve azt nem tudom, játszottunk. Azt tudom, hogy Pati benne van. A Patit én is tudom, mert emlékszek, hogy harmadikra írta fel magát. Igen. Pati, azt hiszem Noémi egy. Nem. Pati, Bogi. Ja, Bogi, igen. Bogi. Pati, Bogi és akkor, a Gombi. Akkor elkevertem, Bogi. Csak évásoztunk, és nem ültet eszembe. Itt van valakinek egy exotic shotgun. És egyelőre még azért nincs is visszaírás, mert majd ha szólok, akkor lesz visszaírás, mivel hogy ugye most azért nem olyan vészesen hosszú a mai live. Nem okay. Biztos, hogy lesz, attól függ. És tökre örültem, hogy már kezdésre 24-en itt voltatok, meg is lepődtem. Úgyhogy visszatérve jó, nekem jó napom volt, csak tegnap az kicsit elszomorított, hogy tényleg a trükk, amit megtanultam, sikerült elrontanom élesbe ugye Janával, de utána 5 perc múlva meg sikerült, csak hát ugye egy gyakorlás, és az lenne a cél, hogy mire majd már találkozó lesz, hogyha majd már kiderül, hogy mikor lesz, addigra legalább egy 2-3-at tudjak. Nyilván nem a fél órás műsorról beszélek, csak hogy legyen begyakorolva valami normálisan, mert tényleg gyakorlás kérdése, mert egy valami elvonta a figyelmemet, konkrétan Jana megszólalt. és hirtelen izét tökre elfelejtettem, hogy mit csináljak, mi következik, és el is rontottam. De tehát tényleg a bűvészetnek is a gyakorlás lesz a lényege, hogy ha rendesen begyakorlod, akkor sima ügy és rutin, de ameddig úgymond agyalnom kell, hogy lépésről lépésre mit csinálok, addig viszont kegyetlenül necces. De hát valakivel meg gyakorolnom kell, és erre tökéletes amúgy, hogy Jana segít benne, és neki nagyon tetszik. Tegnap volt, aki kérdezte, azt mondta, hogy ő nagyon örül ennek a választásnak, és hogy ügyes leszek, csak higgyek magamba, mert van, hogy sikerül a trükk, csak én nem hiszem el, hogy tényleg sikerül.
Volt olyan, hogy mondtam, hogy hát szerintem most nem jó, és akkor kiderült, hogy de. Meg az egyik kicsit ilyen egyszerűbb. De majd Bogi átjössz, akkor téged is megbűvészkedlek. Kell a gyakorlás. És a legviccesebb amúgy, majd mesélj nekem privátban, hogy hogy jött a bűvészkedés. Elkezdtem nézni TikTokon egy aktív bűvészt. És tök egyszerűnek tűnt, amiket csinált, relatíve. Mármint, hogy beszélgetett is dolgokról. Meg amúgy is mindig érdekelt, tehát amit nem mondtam eddig évekig, meg nem is tudtátok, hogy a bűvészet és a bohóc lét érdekelt engem sokáig. Csak mind a kettő olyan szakma, amit semmibe sem néztek kb. Vidéken. Például szüleim, és ezért nem is választottam egyiket, sem meg fogok halni. Itt egy squad, itt egy squad. No. Itt meg is haltam. Nem akartam előre menni, de ide rántott magához. Gyűjtőmunkát csinálok, és írtam, jó tetted, Nina. De most úgy voltam vele, hogyha még nem is munkaszinten nyilván, hanem először hobbi szinten tanuljak meg minél több trükköt. Mindent bevásároltam hozzá szinte, ezért még egyszer nem győzöm mondani, hogy mennyire hálás vagyok nektek. Mert tényleg a random még el sem mondtam, hogy milyen hobbim lesz, de annyi támogatás érkezett, hogy simán az első adagot megvettük személyesen a bűvészboltba. Tegnap pedig szintén érkezett annyi támogatás, hogy lehidaltam, hogy konkrétan ugye 15 ezer a cilinder, ami nyilván egy látványos dolog, de azzal is tudok majd egy trükköt, már mint utána néztem, hogy kell, hogyha megtanulom, és akkor azt is be fogom szerezni, egy nagyon szép aktatáskát szeretnék még majd venni, és nyilván nem csak a támogatásotokat költöttem rá, hanem azt nektek elmondhatom, hogy tehát, hogy ha így akarod, mint Dave, hogy én tényleg mindent beszerzek, minden legyen meg először, és akkor szépen beletanulgatok, 40 ezeret költöttem összesen a hobbira, de tényleg nagyon jó lesz. A nyúlak alapból ez mindig olyan dilemma, mert néztem virágcsokor kihúzásos dolgot, meg galambot, de azok még nekem nem fognak menni, az majd maximum évek, és 11-ek lettünk, megyünk kintre lobbiból, visszatette a ready appot, de például lesznek hasonlók, Pati, csak ügyesen kell megtanuljam. És akkor a lényeg az, hogyha ma kerestem rá aktatáskákra, már 7500-ért tök jót lehet találni, ami tényleg menő, belefér minden, stb. Csak majd azt majd jövő hónapban veszem, nem most, nem majd jövő hónapban. Hát ráér, mert elvinni nagyon nem akarom sehova a cuccokat most. Na, megkaptuk közben ezt a Wolf Troopert, ami azt jelenti, hogy akkor itt szépen haladunk előre a Battle Pass-be. Aki szeretné ezeket összegyűjteni a Battle Pass-nél, is tudjátok használni a kódom. És akkor jöhet a második körünk. Én cilindert várom nagyon. Azzal tényleg tudok majd egy trükköt, direkt olyat kerestem, Edi. De nem tudom, hogy még lesz a jövő hónapban. Tehát, hogy mondjam, annyira szűk réteg a bűvészet, hogy van 3 bűvészbolt Budapesten, abból 2 ismert, 1 kevésbé. Az 2-ből vásároltam össze a kellékeket, illetve a tegnap mutogatott konyhai eszközök, stb. Azt a Spárból vásároltam, és igen, Marionette-nek köszönhetően pedig egyedi, hogy kicsit magamhoz közelebb hozzam a dolgokat, azt mondjuk most elraktam valahova, hogy egyedi Harry Potteres hollóhátas bűvészkártyát is sikerült beszereznem, és abban az lesz a szép, magyarról kaptok egy külön videót, hogy a Harry Potternek a karakterei vannak rajta a kártyákon, ugyanúgy működik, mint bármelyik bűvészkártya, csak Harry Potteres dizájnban van, nagyon szép csomagolásban, Instagramon raktam ki sztoriba képet, illetve már a király pitont, tehát igen, ez így elég viccesen hangzik, de hogy azt már láthatjátok egy képen is, van Draco benne, így van, van benne Draco, szia Anna! Hogy vagy? Úgyhogy igen, ez volt válaszolva a Levinek is. És akkor mivel nem sikerült a nyitás, várjál, milyen küldim van. De várjál, nekem a Star Wars-os küldit mutasd. Nem azt mutatja, bebagót. Na. Aha, itt még ki kell nyitnak, vizitelni kell Check Trooper checkpointot, oda megyünk.
Tehát azért mondom, hogy tényleg még egyszer köszönöm nektek, srácok. Azt már nem mondom, mert ahhoz tényleg nincs pofám, hogy azt mondjam, hogy és a mai támogatás, ami érkezik, az is mind a bűvészetre megy. Nyilván, hogyha érkezik szupercset, szupermatrica tagság vagy tagság ajándék, azt még esetleg hozzácsapom, de utána innentől visszaállunk arra, srácok, hogy a bevételeket majd visszaforgatom sorsolásokba meg minden, csak most a bűvészetre tökre örültem, hogy ilyen lelkesen segítettetek, mert le a kalappal, majd szó szerint mikor meg lesz a cilinder. Ellopom a drakókártyát, majd megmutatom. Hallod, Dave, ma az utcán találtam egy 5 filléres. Na, hát akkor már gazdag lenné, ha az érne valamit. De úgy, tartsd meg, Anna lehet egyszer sokat fog érni. Jaj. Mi történt, Szabi? Majdnem eltöltem a mikrofonom. Azt nem kéne. Es mondjuk most cserél mikrofont. Nem, azt mondta, hogy nem tudja, hogy mivel ment tönkre az övé. Jaj. És aki még nem iratkozott fel, iratkozzon fel, hogy csatlakozzak a Nightbotra, mert 7024 órás forti lesz, és tök jó haladunk. Most hagyj nyissak itt gyorsan egy dobozkát. Hát, nem jönnek annyira. Én megyek a házra. Jó, csak ne az legyen, mint előbb, hogy leszáll egy squadoszt, itt megdöglök. Valaki jön. Egy valaki jön hozzám segíteni. Kell fegyver, nincs fegyver. Ebben a házban konkrétan egy fegyver volt. Ó, itt a Dragon Ball. Ott a Son Goku. Megy oda! Jaj, de jó, elkaptam a Son Gokut, Raoult. Nice. Raoul Son Goku. Berobbantom. Vigyázzál, bocsánat! Valakinek van shieldje vagy valamilyen? Nekem van. Dobáltok, jó. Dobálunk is. Oké. Nekem van olyan focis kártyám, ami 300 000 vagy sok 100 000. Nekem is van olyan Yu-Gi-Oh kártyám, csak nem bírom eladni külföldre. De nekem is van olyan, ami legalább 30-40 000 per darab. Dave, akarsz frissítés vagy nem? Mi frissítés? Tudod. Frissítés. Ja, küldi? Nem. Ja, korona. Aha, csak várjál, vegyük el a Darth Maul-nak a fegyverét. Darth Maul-nak a fegyver... Az van? Ja, az jó. Jelöltem. 300 méter. Azt vegyük el, és akkor utána mutathatod. Csak meg kardozni jobban szeretek. Lehet addigra elveszik. Konkrétan egyik napra a másikra megadtam magát S mikrofonját, ez szomorú. Azon dilemmázok, hogy nagyon írtólassal haladunk, 110-es vagyok. Hát fosok attól, hogy nem lesz meg a 200 hó végéig, bárki tudja. Pedig... Ha megveszed a pakkot, akkor tudsz haladni 28 szintet. Ja, mondjuk igen, azt megvettem ugye, csak még arra is várni kell. Vagy most már berakta az újakat a hétre? Nem szerintem. Még szerintem se, nagyon várom már holnapot. Holnap pedig live se lesz, de tudom, hogy miért várod, emlékszek Anna. Van memóriám? Majd mesélj, mi volt? Nem, nincs. Nekem nincs memóriám. Lehet már venni memóriát is. Honnan? Azt nem tudom. Itt már valaki megszerezte helyettem. Igen, megszerezte. Aha, és ott is van. Jön rám, gyertek segíteni! Lövöm, lövöm! Náááá, ennyit a kardodról! Ennyit a kardodról, öcsém! Haha! Köszönöm a segítséget közben. Hoppá, még a társa él. Vigyázzál! Magadtad. Látom. 98. Tart. Nice. Csináltam egy ilyen dobálgatást. Itt van? Aha. Hol? Ott van! A Travis Scott. Várjál, társa még valahol lő. A hetetőn! Áú! Help! Ég a ház. Igen, én dobtam. Akkor felgyújtottál ezek. Hát őt akartam. Hú, erre gyorsan kell élet, basszus. Tolom, tolom. Köszi, meg majd shieldet is kell keressek. Ó, szuperek vagytok. Imre, mert dobhatsz. Oké, es. Van még valahol shield vagy valami? Esetleg? Na, én is csak ennyire lettem meg. Akkor várjam. Ha már itt vagyunk, ide jövök eléd, úgy jó lesz. Jó, mutasd. Tudod,
Na. 74, nagyon szép. Meg lesz a 100 a hó végéig? Nem tudom, ha lesz energiám. Hát mondjuk az a baj, most nagyon nem fogok menni játszani, mert ma fogok készülni, mert holnap mi az már. Matekból írok egy javítót. Ojjaj! Mi az? Véletlenül berobbantottam. Az szomorú. Ja, holnap a javítóra készülsz, hát érthető. Ne, matek javító dolgát írok, ugye? Aha. Ezt törítéjében zárom, ugye? Ami eléggé szomorú. És figyelj, pénteken írok irodalom első órán, nem is az a baj, hanem a természet doga. Mert oh. Mi az már megírtuk, ugye? Nem is hallgatlak. Az, megírtuk. És mi az már? A tanár azt mondja, nem írja be, mert konkrétan mindenki izé, beszélgetett órán. Konkrétan segítséget kért mindenki. Ó. Oh. És ezért izé nem írta be, amúgy kettes lett volna. Aha. Tehát ja. Menjünk beljebb. Volna. Azt akartam tehát... kérdezni, hogy jó lett volna az, hogyha kettest kapsz. Ne, hát nekem őszintén most jobb a kettes, jó. Lehet valakinek nem, valaki professzionálisan jobb természetben, de én nem. De van, amikor elég, persze, persze. De ja, de így is, hogy a vizekből meg kell mondani mindent, tehát, hogy vannak olyan dolgok, amik baktérkép nélkül nem is lehet megmondani. Igen, gyertek be a körbe, itt egy benzinkút, majd oda megyünk első körre. Megvárlak titeket, mert most én mentem nagyon előre. Most már én. De itt vagyok a benzinkútnál. Hoppá, valaki, itt az ellenfél. Hol, mi? Ja, aha. Volt nincs. Oké. Okay. Jövök. Ez gyönyörűen elrontottam. Meg vagy Dave? Meg. Nagyon fáradtra kérdezem magam, kell egy kávé. Én is, én is egyszerűen el akarok aludni. Kell egy kávé. Na majd kocsival elmegyünk oda. Gyertek, szálljatok be. Érkezem. Uram. Mert messzire megyünk. Megvan mindenki? Ó, meg vagyunk. Nem látom a jelölésem, de jelöljetek ti is oda? Hova? Jelöltem ja, egyet. Másik irány. Dév. Ja, akkor azért nem láttam. Jelöltünk. Professzionálisan megyünk. Igen. Mondtam neked, hogy tegnap hol voltam? Hogy zsírtam neked? Valami wellnessbe? Ja igen, néhány már anyámmal voltunk ugye fürdőben, mivel ugye nem volt suli, ezért elmentünk. Ilyen szűnapi alkalmával fürdeni. És tök jót fürdöttünk, mondta, hogy el legyünk kettem. És akkor mi az már? Láttam a lámát, csak menjünk. Bementünk egy Burger szigetnél. Aha. Olyan finomak voltak a hamburgerek, aaah. Oh. Na, tök jó. Esküszöm, izé, megkívántam. Itt lesznek. Ja. Ugorj ki, Szabi! Itt kiugrott, nem ugrottam ki, hanem kipattattam. Szétúrom az a... jó életét. Kell valami fegyver, akkor csomó aranyad van. Na, az tök jó. Majd szólok. Nekem nem arany kéne, hanem FPS, de sürgősen. Konkrétan nincs FPS-em, laggolok. Kapja, halt. Tőlem is kapják az ívet. Szép. Jó. Nice. És akkor amit jelöltem oda, majd menjünk. Hoppá, még mindig lőnek. Ja, itt volt egy nyuszi. Gugimon. Nem is mondtam, kaptam egy 4-es matekból, 5-ös fizikából. Ügyes vagy, Eddie, GG. Ez tök jó.
Ja, ti még harcoltok? Ja, lövök Imrét. Akkor jövök. Oké, okay, készüljetek, mert ez már második körünk, ugye? Igen. Yep. Ahol látom. Jó, ennek lézek, ha van, akkor nem megyek rá, ellököd. Opia van. Én rámentem, gyere segíteni. Meg is haltam. Halt. Szép. Túllökött, majd gyógyíthatok. Gyertek ide, csapat, ki a piros? Ja, Imre. Halt. Imre, fordulj meg, please. Vaj, elviszünk innen. Hol vagy, ja? Itt másztam Imréhez, de elment a másik itt vagyok, irányba. Itt vagyok, vaj, elviszlek. Így, oda izéhez. Jó, csak gyógyíts fel. Gyógyítsalak. Felszedlek téged is. Aha. Mit annát annó. Mi? Ez most egy kicsit furán hangzott. Igen, én is ezen gondolkoztam, hát nem úgy... Fáradt vagyok! De nem úgy értettem, nem... Tudod, na... Igen, majd kékeket adjatok nekem. Shieldet. Meg kék. Ja, adok, dobom. Nem fáradt az agyam, nem ütött eszembe az, hogy shield. Shield. Na és akkor most már húzzunk oda fel. Ah. Vagy nem. Én fenn vagyok. Én is, itt vagyok melletted. Jön a sziget. És itt a bounty. Valahol a közel. Közben nézők meg elszublimáltak. 24-ből 11 lett hirtelen. Vagy mindenkit kidobált. Lehetséges az is. Csinál sajnos néha olyat. Gyertek repülővel oda. Jó, csak itt vannak rajtam. Ó, akkor visszafordulok, basszus. Ja nem, de. Jövök. Itt van egy csapat. Látom. Egyetlen okkoltam. Másik halt, szép. Mi volt ez a mi volt ez? Ki küldte, mit küldött? Valaki próbált minket leszedni szerintem. Ja jó, Imre volt, innen látom, oké. Oké, go be. Ajj, jövök a launchpadről. Na visszafordultam. Mit tudunk bérelni embert, az hun van? Bent a városba. De akkor rosszul jelzi, mert ide jelzi. Ja nem, itt, ja... Tényleg. Azért mondom. What? Azt lehet, nem értem. Lehet lent van, várjál, megnézem. Vagy már valaki felbérelte. Nem, nem hinném. Tényleg jöttek izé új. Ki a következő csapat, S és Pati? Pati, Bogi és nem tudom ki a harmadik. Igen, őket tudom, csak a pont a harmadik miatt kérdem én is. Ja. Itt egy ember! Jövök, érkezem. Bombi, Edi jött a. Oké, okay, köszönöm Edi. Bocsi Edi, még hozzá kell szoknom, hogy neked is szólhatok, ha elfelejtem. Még annyira friss modi vagy, hogy elfelejtem. Friss. Nagyon friss. Nagyon friss, mint a csirkefarhát. Csak nem olyan szőrös és büdös. Igen. Itt egy gyerek valahol fel. Ott ütöm, nyugi. Lecsaptam. Ja. Mászott éppen. De én is azért próbálok figyelni. Tehát, jó. Hogy ha esetleg ők nem figyelnek, akkor én is nézem. Köszönöm. De viszont valaki adjon már FPS, mert nagyon nincs. Most jött ki a sütőből, írja Pati. Eddig kimásztál a sütőből, azt mondja. Sült Edi. Esküszöm, vennem kéne egy gépet, mert mi az már, ugye PSM minimum 60 FPS. Friss és ropogós, igen. Friss és ropogós. Hogy itt mit kéne csinálod, mi a küldid? Valamim volt, de hogy mi azt jó kérdés látod, mindjárt nézem. Na csak ízit próbálok neked fordítani akkor. Ja, itt van egy ilyen, hogy visit the name location, majd oda el lehetne menni, de... Úristen! Instant halál lesz! De ütök, hát sebeztem. Rajtunk ütöttek, help! 2-2, nagyon szép, Imrét is leszették, 3v1v1, hajrá, hajrá, visszahozza a társát, szedjed proof! Szerintem proof! Rajtad a világ szeme! Szia Tifi, és szia Emi! Nice!
Nice! Éppen rajtunk ütöttek! Help! Imre szedi! De én is mindjárt halok! Utána a engem is szedjetek! Nekem is kell a szabadság! Csak gyorsan, mielőtt valaki újra ránk csap. Igen, jóra érkeztél, mi újság, hogy vagy? Nem nagyon nézem a live-ot, mert alig van netem. Semmi baj, Tifi, azért köszönöm, hogy beköszöntél. Oh, hú, basszus, majdnem mindenki meghaltunk! Gyors töltés közben, attól, hogy van mindenünk is. Majdnem azért meghaltunk itt a végére. Hát ez nem sokon múlt. Lehozta! Nagyon szép volt. Ja, baleset miatt késik a vonat, ez mindig ilyen sajnos. Aha. Van itt minden, mint a butuba. Azaz, ott van kard is, ha valakinek még kell. Már éppen egy ember ziplinozik, most megyek rá. Jó. Van közelben. Verjük le. Mert egy GG, ez nagyon szép mentés volt. Jön még. Jönnek. Jönnek a barhát! Jönnek! Hello! A killem, nem baj. Lényeg, hogy levertük. Igen, az a lényeg. Olyan, megnézem a boss-t. Ja, itt van még. Okay, végre hazaért, bontja a mikrofon, na majd mondjad, számolj be, milyen volt. Hoppá, látom, ott vannak sokan. Szabi, vigyázz, ott vannak ketten, hárman. Ne, tud, az volt otok. Ja, ütöm. Ez már mi kell nekem, ez vissza. Meg igazi játékos is most jön. Ja, jó. Ah, itt van. Vagy nem, ez is bot. Ott. Most jönnek még! Most már várható, hogy jönnek, igen. Jövök. Egyiket ütöm, de megölt. Basszus. Hajrá! A történelem megismétli önmagát, ez egy szép mentés lesz. Hajrá, Szabi. Mint annyian meghaltatok? Ne, igen. Au. Dobja már ki! A nem szemét. Dobja ki! Köszönöm. Na, hogy tudják, hogy itt vagyok. Jó. Basszus. Agyilag szőke vagy. Mária Knight kérdezte, hol a Monster, most öntöm a számba. Most már érzem azt, hogy muszáj, mert elfáradt az agyom. Köszönöm még egyszer a Monster. Szép zöld. Ezt mindjárt leöntöm a billentyűn. Hallom, hogy izé öntöd. Egy nagyon erős mikrofonod van. Ez pedig köztes, majd kicseréljük, hogyha veszek a kábelt a Yetihez. Csak a Yeti mikrofonhoz 22 000 a kábel, vagy 25. És az ötször ilyen erős lesz, mint ez. Na, nem. Ja, még itt vannak. Hát akkor kihagynám meg azt a lehetőséget, hogy felszedlek titeket. Hmm. Mert nem tudlak. Jó, nem baj, az is jó, ha lehozod. Hát megpróbálok inkább. Hajrá, szurkoljunk Szabinak, mert a szurkoló sem... Menjen a Fortnite a szurkolós láma, ha már van. 8 ember, mondom, nem tudom, mi lett a live-ba, 24-ről 8 ember maradt a live-ba. Egyszerűen vagy kidobott mindenkit, vagy mindenki egyszerre ment enni. Tehát ez ilyen fura szituáció. Vagy nem érdeklik ja, a live-ba, Fortiba 8. Ja igen, most itt 14, visszavontam. Megijeszt. Vagy mindenki elment kakilni. Az is lehet. Igen. 6 ember ellen. Én jól vagyok, köszönöm, tanulok. Nem küldött a YouTube értesítést a live-ról. Hogy rohadjon meg? Emi, be van nyomva a csengő, illetve Instagramon is kövessetek be minél többen, meg Discordon is, azért szoktam kitenni több helyre, hogy kezdünk. Én a Baxi live-ról nem kaptam értesítőt az elmúlt egy hónapba. Fekete pont, izé, Dave-nek meg csúnya. Nekem is, meg a YouTube-nak is, mert Baxit állandóan kérdezem, és soha nem kapok róla értesítőt. Hát akkor maximum lép be ennyire az Instát. Tehát múltkor is Baxi nézem, hogy live voltál? Nem. Tegnap írót, és ugye nem jött össze neki a live, de próbált, arról se kaptam értesítőt. Tehát, hogy egyszerűen meg van hűve a YouTube. Fú, az a baj, most ellenem van 5 ember. Hát igen, 5v1-ben nem lesz egyszerű. Hát jó, de 2 csapat van. Suli, bakajaszünetben elaludtam és álmodtam, hogy lekakilom a YouTube-ot. Köszönjük annak.
Az... Még ugyanott tartasz, mint tegnap, mert ugye volt vagy 27 ajándéktagság, vagy nem, 26 körül, ketten tagok lettek, és hogy Anna meg szegény nem kapott. Nekem is a Discord értesített. Azért szoktam külön a Discordra bedobni, mert azt legalább nagyon sokan megkapjátok. Többen, mint a YouTube-ot. Nagyon szép volt, Szabi! Azért mondani akartam, hogy vegyél fel egy olyan shieldet, de időd nem volt. Épp hogy a pulzot fel tudtam venni, az volt a terv. Azt nem hagyom viszont. És ma milyen napod van, Maria Knight? Nehéz, könnyebben mondtad, hogy a hétfő húzós volt. Nagyon szép! De a másika visszahozott valakit, vagy nem? 2v1. Nem. Hajrá! Vissza akart hozni. Oké, Emi. Tudják, hogy itt vagyok? Most valószínű, hogy igen. Aha, nézd, ha tudják, ennyire látom. Azt hiszik, hogy oda mentél. Nice, Szabi a fönti. A sasmadár. Nagyon nice. Ugyanolyan húzós, hát akkor kitartás van nap végéig, de már mindjárt nap vége van. Hol a másik? Ja. Valószínű ketté mentek. Szépen belsernyőző, mint Mary Poppins, kit idegesítsen az ellenség. Nagyon szép. Várjál, most... Na most szar, hogy nem építős, mármint hogy most előny lenne. Várjál! Befogtam, gyönyörű! Mint Pikachut befogtam a pofámat. Igen? Nem baj, nyugi. Le kell hozni. Ha nem is az a mellé, nem baj. Gyönyörű! Bocsánat. Nem. Ennyi tüdőm volt. Hallod, Szabi? Hallom, ki vagy? Volt egy fülem, hogy izgultam, hogy most mi lesz, azt hittem attól aggolok be, hogy meghaltam, de nem. Ez nagyon szép volt. Van egy sípot játszol? Azt! Az... Várj... Ez olyan volt, amit te csináltad volna, hogy... Sűű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 
Nem baj, jó volt. Ez volt a második. Ez volt a második. Igen. Piros robotot kaptuk egyből alapból, aha. Nem, ezt kaptad, amikor megvetted a Star Wars BP-t. Úgy kérdeztem, hogy akkor kaptuk, aha. Akkor milyen igen. Star Wars nem hoztunk még múltkor? Na, őket. Van Luke Skywalker. Van, de most Han Solo-t hozunk. Jaj. Jaj, ezt az izét kicserélem közben. Következő csapat az írjuk a chat és köszi a meccseket, és még egyszer GG Szaminak. Fegyó helyett végül is hozzunk egy ilyen, ez nagyon nem, egy ilyen szimpla kardot. Hát akkor már ide is hozzunk valami űrhajót. Úgy. Bogi, Pati és Gombi érkeznek. Remélem sikerült behívogatnom titeket. Oké, Mária Knight, oké. Itt vagy, Pati, hangba is? Tessék? Alma. Mi van az almával? Ez a beköszönésem. De miért? Mert miért ne? Ennyi. Bogi, te vagy hangba? Ja, Bogit még nem dobta be. Igen. Most már igen. Rövid Insta story. Még tart a live, gyertek! Köszönjük, semmit nem csinált.
Még tart a live, gyertek, nézd be te is. Ez egy nagy átélés, ami nekem van. Bogi, vagy hangba? Igen. Jaj, de jó. Bogi, sziasztok. Ezer éve nem hallottunk, úgyhogy ez a szia, Luca. Igen. Én is nagyon. Hogy állsz? 58, megvetted a plusz 28 szintet adót? Mert azzal meg lehet a százas neked simán. Nem, nem azzal, hanem lehet venni egy olyan bundle-t, ami ilyen tokeneket. Azt mondom! Térképen. Ja, az! Igen, csak nem szerint találom, mert azt én is megvettem. Ja. Várjál, az itt volt följelben. Azt tényleg ajánlom, aki el akarja érni a százas vagy kétszázast, ezt. Ez tényleg hasznos dolog emiatt. És osszátok Instán a live-ot, srácok, hogy indulunk, mostanában elmaradt. Rosszul leszek, igen, mi történt, picit. Minden vonat megy, a vonat ide-oda, de milyen sehova. Hát sajnos van ilyen, hogyha nagy probléma van. Kitartás. Dévén megvettem a farkashoz skint, ami eteti a mókust. Ó, hát kár, hogy nem nekem, viccelek csak. Csak azért nem akarom elkölteni a V-Buckon, mert megveszem ezt a farkashoz skint, akkor félek, hogy holnap tutibe hoznak valamit, ami jobban tetszik. Na igen, fennáll ez a veszélyátában. Igen, de amúgy tényleg írtócuk, és köszönöm, hogyha használtad a kódomat, Levi, szuper vagy, és használd majd a skint. Tényleg nagyon jól néz ki, írtócuki. Nem érteném, most van benne egy ilyen farkasos skin a tetején, ami konkrétan egy mókust etett, de mondom, az simán lehetne egy meseszereplő. Ha nem az. Amúgy, ja. Eddig olvasgatom a füzetet, amit kaptam. Kaptam. Vagy jobban kasszázhassak, rendben. Hú, de elfáradt az agyam. Nagyon cuki ez a skin. Csak mondom, attól félek, hogy hol megveszem, marad 400 V-Buckom, és tuti, hogy holnap behoznak valamit, ami jobban kell. És nem tudok visszaváltani, mert elhasználtam tavaly. Mindig így van ez. Igen. Ez így van, igen. Ilyen szabály. De állóvonatnál nem lehet hivatalosan elmenni pisilni, Tifi, de ha úgy érzed, hogy bepisilni, akkor menj el. Tehát, hogy még mindig jobb, hogy bocsánat, lepisiled a sineket, mint hogy bepisilsz. Igen. Ez így van. Hát hivatalosan nem lehet ugye mi használni állóvonaton. Bár hülyeség, mert menet közben is lepisiled, csak akkor szétcsattan erre-arra. De hogy nem egy olyan leszállásnál voltam, hogy látom, szállok le és folyik le a pisi, tehát valaki ugyanúgy használta, tehát nem tartják be az emberek nagy része. És megint így idejük adtuk, megjött a Bogi, évek óta, hónapok óta nem volt, és megint mi a téma? A pisi kaki. Hát egyértelmű. Hát csak a szokásos emberek. Igen. Semmi baj. Jó, kilépek, mert lefogy a netem. Hát ez mindenkit érint, mert olyan ember nincs, akinek ne kelljen napi egyszer, hát ha meg van, akkor az meg nagyon fura. Akkor valami rossz az egészségeddel. Ma valami bajok vannak. Nem mindegyik, olyan már van tartályos is. Na ezt én nem tudtam, le vagyok maradva, de átérzem, én sem mennék el vonaton. Nem annyira vészesen szar a körülmény, tehát például a Váci járaton, de hogy a Váci járaton én simán elmentem, mert tök tiszta volt, meg nem is tudom hova mentem egyszer valahol, teljesen tök messze, ott tök modern vonat volt, nem Szegedre, másfele, nem tudom már hova, honnan, déliből mentem, Székesfehérvárra menő vonat, az már tök modern, és szép volt a WC. Na, örülünk neki. Igen. Fejlődök képes a MÁV. De ez mondjuk volt 2 éve vagy 3, azt tudom, mikor voltam Fehérváron utoljára. Aha. Még Covid előtt. Hát akkor az már 3 év is. Hú, bakker. Én repülőn félek lehúzni a WC-t. Hát az meg mindenhova megy. Lehet a szomszéd Julika néni éppen fagyizik, ott nem néz oda, belecsöppen. Oly, de milyen sós ez. Jaj, fúj. Sós karamellás, nagyon finom. Jaj, ezt úgy eszi tovább, mint a cukrot. Jó, nyilván nem, mert a repülő általában, de mondjuk megy mindenhol, hát nem csak a tenger fölött megy. Azt akkor gondolj bele, elmész a tengerbe nyaralni, azt a belehúgyozott tengerbe fülvesz. Nem igaz, nem. Biztos jó helyen vagyok. Igen. De nézd vissza az elmúlt Forty Live-okat, egy se volt ennyire alpári és szar, csak a mostani. Igen, de ez egyértelmű, mindig ilyen. Igen. Hú, gyerekek. Elloptam a gombát. Mint a beszippantan a téged is. Igen, a repülő. Én egyszer vagy kétszer repültem. A Németországban, mikor még gimis elsős voltam, sulival, vagy ilyen cserediák programon, és akkor nem mentem el WC-re, mert örültem, hogy nem zuhantunk le. Tehát, hogy ezt nem néztem meg a WC-t.
De a repülőből nem engedik ki a pisit kakit. Na, hát azért akkor mégse esik bele a Jolika néni fagyjába. Nagyon jó. Ja tényleg, biztos valami külön gyűjtőbe gyűjtik. Dév, hazaértem, szóval tudok jönni, rendben, oké, jó, hogy úgy felírtad magad. Tudom, te DC-s vagy, Edi. Nem zuhantok lé. Így van, én aggódtam, hogy lezuhanok-e. Köbben. Bocsánat. Hát életemben először ültem repülőn. Na. De a felszállásnál mindig utálom meg a leszállást, azt tartom a mai napig. Olyan nyomasztó. Vagy még nincs semmi cuccom. Mindig ilyen jó kis WC-s témák vannak itt. De ne kezdjél, tényleg hetek óta nem volt ilyen téma. Mindig ilyen tökéletes témák vannak, emberek. Igen. Megszoktuk. Ezt már megszoktuk. Van tartály, amiben tárolják és leszállás után ürítik. Aha. Az úgy jó. Tetszik. Márkám a kárnak. Itt amúgy minek szálltam ide? Jó kérdés. Ja, át kell sétálni ide. Menjünk át oda, amit jelöltem. Néztem, és miért jövünk a világ végére. Azért, mert 500 méterre arrébb is át kell menni. Értem. Köszönöm. Ne keress indokot. Jó, ne keress indokot. Értelmet az nálam azt ritkán lehet találni, nagyon nem. Aztán Bogi, majd valamikor egyeztetünk, aztán majd beszélünk sokat. Ó, nyilván. Lesz miről. Hát ez biztos. Elnézést. Ja. Mi történt? Gyertek át arra. Én pont ezért félek repülőktől, nem azért, hogy lezuhan. Mi a kakiló tartályoktól félsz a repülőtől? A WC miatt? Pedig legbiztonságosabb közlekedési eszköz, de én is főleg kicsit olyan kiszolgáltatott rajta az ember. Hát erre mindig azt mondta anyám, hogy a hajón is el tud süllyedni. Jogos. A hajó is elsüllyedhet alattunk, de mondjuk, hogyha minimálisan tudsz úszni, vagy valaki tud úszni, onnan még ki tud vinni, de rohadt nagyot zuhansz, onnan nem fog kihúzni téged más. Titanic. Igen. Titanic, amúgy random egy kis story time, hogy lássátok, hogy a bűvészet után is nézett, tehát hogy kis történelmi dolog, ha már Titanic szóba került, hogy volt egy bűvész, most nem tudom a nevét, Anna biztos tudni fogja, Anna a bűvész szakértőnk egyébként, de szerintem persze. Te tudni fogod amúgy, Anna, hogy volt egy bűvész, aki csak azért nem halt meg, mert szigorúak voltak vele a Titanicnak a fedélzetén, ugyanis az lett volna, hogy aznap, mikor a Titanic elsüllyedt, mégse oda megyünk, mert nem érünk oda. Elpofáztuk az időt, kell nekünk itt ilyet csinálni. Éreztem, hogy ez lesz. Rohanunk. Tehát, hogy az lett volna, hogy az óceánon keresztül ugye ment volna a Titanickal, de fölrakották az összes bűvész cuccát, és volt neki egy tigrise a mutatványokhoz. És megmondták a Titanicnak a vezetői, hogy a tigris nem engedik föl, mert hogy ugye veszélyt jelenthet az utasokra, meg stb. Ezért nem fogják fölengedni a tigrist. És akkor mondta, hogy ha a tigris nem megy, akkor ő sem megy, és másnap megtudta, hogy a Titanic elsüllyedt. Tehát, hogy azért maradt életben, mert annó nem engedték. Mert a tigris nem engedték fel. Azért milyen durva már így belegondolsz, hogy hát már rég halott lennék, köszönhetjük a tigrisnek, hogy nem engedték fel. Ez valós sztori. Puszkálnak. Ááá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 
Na, ez nem, ez megint nem a repülős. Köszönöm a sebzésemet. De miért vagyok mindig előre? Halljatok már meg! Alacska! Bogi és a jó kívánságok. Tud valaki adni potit, mert 59-en vagyok, és ez nem tölt vissza. Köszönöm, Gombi. De nem shieldet, potit. Shield az maxon van. Igen. Várja, én tudok ki. Rámegy. Véletlen. Mindegy, most már elfogyott a... izé... Oh no. Ezt erről... Ó, valaki lő, valaki lő, valaki lő. Aaaaaah, tudasz a vízbe. Á, végre rájöttem, hogy hogy kell ezt a szart használni. Istenem. Nem neked mondtam, hanem a... Ja, tegezzél nyugodtan. Tudod, én beleélem magam, ahogy szoktam.
Ennyi. Nincsen élet, azért ugrottam le, de nincs. Emlékszel, Dév, amikor, hú, nem is tudom, mikor tűnt, hogy a ilyen íjászos, mi a szétemre, hogy azt hitted rá, hogy az ellenség. Tudom, meg bokorra is azt hittem, emlékszek. Meg a horgászbotra. Volt szép vin, és megsüketültünk utána. Sajnálom, jön egy ember! Jó van. Aj, de nem igaz, hogy nem érünk ki ebből a szarviharból, így nem lehet élvezni a gémet. Gémeriket majd húzzátok le, modik kérlek. Oké. Hát, hú, de messze vagyok. Nincs egy autó vagy valami, gyerekek, hát nem hiszem, mert meg fogok dögleni, mert nincsen potim. Én ma kim vagyok. Motort, azt láttam. Hát bocs, de én megálltam egyet éleszteni, mert nem érek ki. Jó, nekem is kéne. Nagyon vagyok, hogy rákaptam valamiért. Biztos nagyon haraptál. Dép, hol vagy? Itt. Köszönöm. Tudsz repülni, én mit spanyolban. Azt tudom, de hát azzal nem úgy megyek, hogy akartam. Ó, van egy ilyen, drive-olni kell a motorbiciklivel. Tökéletes. A motorbiciklivel. A motorbiciklivel, igen. Üdv, én vagyok a nagypapó. A motorbike-val. Hashtag motorbicikli. Igen, 1000 éves vagyok. Lebuktam. Lebuktál, Dave. Jaj. Valaki üsse, Pati, miért nem ütött ki ezt a szar? Ja, bocsánat. Hát nézi, azt ahogy ott megálltál. Szenvedek. Azt hittem, hogy azért álltál meg, mert izé. Nem. Látom a slurpöst, megyünk oda. De várj meg, addig ne törd szét, gombi! Hát hallod ezt a hülye motrot már komolyan? Bocs. És jól nincs meg, Pati. Na. Átváltunk telepjáróra. Gyertek. Telepjáló. Megyünk beljebb, ebbe befértek 4-en. Jó, megyünk, ne aggódj. Itt hol szépen átmegyünk, mert Dave tud izélni. Hát én tudok izélni, csak az nem live, amint mehetünk. Felborít. Nem csak titeket borítalak ki, hanem a kocsit is. Most, hogy kiesett a sok szemét, ja nem. Várja. Csak kiürítettem a szemetest, menjünk! Lát, gombi! Jó, akkor is sem. Hú! Hó, 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 itt a télapó! Akkor azért mondtad úgy. Igen. Áááá, hó, nézz oda! Megyünk, nyugalom. Easy. Ne, ott hagytam a csatsotit! Hát minek dobtad el? Azért, mert megkaptam a izét, a perke. Ne. A csárcsotim! Várjatok, gyorsan innen lopok fegyót. Ja, az nem is a csárcsotis, az a másik, amiben másik kettő fegyvert kapsz. Én is szerzek Star Wars-os kardot. Azaz, megkardozunk. Na, meg sírna a sarokba most már. Na, gombinál az autó. Az, amelyik felemel? Azzal van, küldi tényleg. Opp! Júj! Ezzel annyit szivattuk egymást a Szabival meg Marcival. Én is szivattam a Szabit az első live-ban, ha visszaemlékszel. Igen. Bogi, mindjárt megtollak hátulról, várjál. Jó. Nézd, ott repül egy kis Bogi! Repül a fa is. A fa is? Köszi. A fa is repül. Meg lett a küldi, köszönöm Bogi, azért kellett ellökjelek. Nagyon szívesen. Bármikor ellöklek. A valóságban azért nem, nem az a szia Bogi, puff, ellököm. Jaj, annyira jó volt a mai nap, konkrétan izé. Izé, mi az? Mondd el már, Pati, mi az? Nem tudok beszélni, bocs, szóval... Ellöktem a csirkét. Infóból kaptam egy ötöst. Hoppá, valaki! Utána énekből írtunk egy dogát. Jó. Utána... De mit, kottázás? Kémián. Csoda? Kottázás, vagy mit írtok énekből? Nem. Valami hangszerekből, valami, nem tudom. Hó. Aztán utána... mi az? Kémiából írtunk egy dogát.
Mati, neked negyediknek csapatnak ki van? Kérdezi Edi. Hát várjál, hogy harcoljuk le. Edi van. Beírva. Edi. Itt van alatt a ház alatt! Most szaladt ki és lelőtt! Vagy nem látok. Ház alatt van. Látom, itt van. Ez nem a híd alatt, hanem a ház nem alatt. Baszki. Hajrá, Pati, Gombi, mert már mi meghaltunk. Hajrá, Gombi! Akkor addig folytatom, amíg meghaltunk. Ó, akkor kintről jön a második kör, nem baj. Szóval, utána... mi volt utána? Utána irodalomból is írtunk. Uh-huh. BIOS-ból visszakaptuk a dolgozatot, szóval abból kaptam egy 3-at. Ez egy RIP GG. És földrajzból nem írtunk semmit. De legalább tanultál, hogyha jövő héten íratnak, akkor igen, már tudod. És pénteken utolsó óra után kell maradnom, hogy megírjam a dolgát. Ó. Oh. Na, hozzunk egy Padmét. De nem is, ez nem is a Padmé, Leia. Tök mindegy. Nekem ez a kettő karakter annyira másodlagos, bár tudom, ezért megölnének a Star Wars fanok. Tényleg, Bogi, ki a kedvenc karaktered? Iha. Várjál. Tőlem is kérdezték, és mondtam, hogy nehéz döntés, mert nem tudom. Hát most... Mert Rét is bírtam, Anakint is bírtam, de a Jar Jar is szerethető karakter volt, a Chewbacca is. Hát a Chewbacca meg a Luke között, az, hogy is mondjam, dilemmázok. Nem tudok választani, mindegyiket szeretem. Kylo Ren, nem? Na jó. Hát, ő még nem győzött meg. Én tudom, hogy a Palpatine nevű nézőnknek valószínű Palpatine a kedvence. Valószínűleg. Jó, legyen Luke Skywalker. Legyen. Legyen. Na, de nehéz dönteni. Edi van, te vagy egyedül az utolsóba, akkor igen, mostantól, ahogy kirakom a lámát, onnantól lehet újraírni, és számít a sorrend, mostantól lehet újraírni mindenkinek. Akkor gondolom magamat nem írhatom újra, mert most vagyok. Ti egye utána, tehát hogy igen. Okay. Annyi, hogy engedjetek előre két embert, és utána írhatjátok magatokat. Jó, előre engednem két embert, és magamat felírom. Jó. Zsombi írta először, őt írt fel. Zsombi. És akkor már is nézem. Most majdnem Emmit is írtam, jó, igen, én. Emmi Darth Maul-t szereti. Én nagyon örülök, hogy most benne lesz. Megyünk kicsit a végére, mert ott kell vizitelni. Tökre örülök, hogy Darth Maul-t behozták, és pont azt beszéltük múltkor, Emi, hogy annyira keveset tudunk meg róla, hogy Darth Maul-nak én egy előzménytörténetet adnék, hogy lesz ő Sith, stb. Engem érdekelne ő neki a fejlődés története. Mert gyakorlatilag csak látunk tőle kb. Két harcot, meg hogy meghal. Tehát így... Ez nagyon jó sztori. Igen, ennyit tudsz róla. De lehet, hogy valamelyik animációs tudszban van, de ugye az animációkból nagyon keveset néztem. Ja, nem hal meg. Jó, hát akkor nem hal. Akkor meg se hal. Hol halt, hol nem halt. Hol halt, hol nem halt, igen. Vigyázz, valaki kijön egy másik csapat ugyanide, itt repül mellettem. Az tetszik. Integes neki. Igen. Nem motoljál. Nézzed a live-ot, iratkozz fel, kár, hogy ilyenkor nem az van, hogy mindenki hallana mindenkit. Jaj. Fú, de rossz lenne mondjuk, ahol ott vannak 20-an. Nem, az lenne a kedvencem, amikor vagy ilyen három team harcol. Az nagyon tetszene. Nagyon jó, mert nem találtam fegyvert. Ja, de ott hagytam. Ott egy fegyver. Én meg csak shieldet találtam, amúgy, meg amúgy Leia-nak ez a frizurája, ez három dologra emlékeztet, kettőre a kakaós csigára, a briósra, meg a szarra. És ja. Hát de most nézd meg, mint egy összetekert szar. Na, itt egy ember és nincs fegyverem. De amúgy igen, amúgy kakaós csiga feeling. Segítség, itt na, egy ember. Na, megint a kaki. Csak ezért ember. Vettem meg ezt a skin, nem azért, mert Star Wars-os, csak ezért. De Dave-nek valamelyik mindig a kaki jut eszébe mindenről. Hát de erről direkt ez jutott eszembe, ezt azért hoztam. Lőnek! Szép. Dave már belopja a killem. Dave mindent is belop. Jó, itt te! Honnan van ez a... És nincs, nem. Ember. Itt vannak ilyen. Elfogyott. Vigyázzál, Bogi, még itt vannak, de szerezzék kardot. Kard ki kard! És még bard, és ott van!
A kék genyó! Elnézést! Mi volt ez a disznóság? Na de Bogi! Kösz! Ben van a házba! Ja, bocsánat, Anna volt. Ja, és bocsánat. Hallottuk, igen. Tényleg igen, minden bökögés Anna szokott lenni. Persze, mindig Anna. Ennyi. Lehet, hogy Anna itt sincs, de Anna volt. Barna is jó étvágyat, így van. Hát az én live-jaimnál nem feltétlen fontos, hogy egyetek. De én is ennék, csak nem lehettek a szobába. Ó, ez nálam is sokáig tiltva volt egyébként, aztán miután én takarítottam a saját szobám, utána már lehetett bennenni. Már így, most lett felporszívózva és nem álltak a szobába. Ó. Pedig éhes vagyok. Jaj, Nina, neked is jó étvágyat, elnézést. Jó étvágyat mindenkinek. Mindenkinek jó étvágyat, aki annak mindenkinek. Is, aki nem. És boldog karácsonyt és húsvétot is minden. Meg névnapot, születésnapot egyszerre. Persze, mindenkinek. Az milyen szerencsétlen már, aki karácsonykor születik, aznap van a névnapja, és karácsonoznak is. Mondjuk szerintem nincs olyan genyó szülő, aki mondjuk aznap nevezné a gyerekét, ami karácsonykor milyen névnap van? Éva, Ádám, Éva, nem? Azt sem igen. Névnapot sosem voltam jó. Én csak abból tudom, mert nekem az eddig nagymamám Éva, és úgy emlékszem, hogy egyszerre volt karácsonykor tartva a névnap, de a születésnap nyilván nem akkor van. Hát Dave jó, hogy belop mindent, mert Dave a fára jó. Ennyi. Én ezt tanultam meg, hogy kell kukázni. A fára jó. Ellenfelek mögöttünk, hol vagytok? Jaj, bocsi. Gyújtogatom őket. Itten vagyok. Ott vannak ám ketten. Van tüzet, tesó? Van. Fegyulladok. Ott van ez a sárga szar! Hull, nem látom. Sárga szar! Köszönjük szépen. Ó, mindjárt elég. Ebben sokat tudtunk megköszönni. Jó, hát sárga robot, nem jutott eszembe, hogy mi ez. Ha valaki lő hátulról! Yeeted Squad, gyertek, segítség! Valakinek csörög. Bocsi, de fel kell jó. Fontos hívás. Jó. Hát megzavarják a Fortnite közben, nem hiszem. Ha megzavarják a Fortnite-tunkat. De nagyon szépen levertük a két squadot, GG. Jöhet a GG gyerekek, tényleg igen, szép volt. Levertük. Még van valaki, vigyázz Pati, ott. Mindjárt hal a gyökér. Lemegy a tengerpartra napozni. Leverjük. Mint a vesém. Ott van a kő mögött. Kőkövön itt nem marad! Megöltem. Nagyon szép. Gyönyörű, szia Villő újra. Hermina név is akkor van, igen. Ezt nem tudtam. Jó, most nagyon visszahallom magam nyilván. Ugye, mert szegény Bogit zaklatják telefonon. Igen. De ez a haj, tudod, mire hasonlít? Na. Egy kosnak a szarvára. Amúgy tényleg. Például... Én kicsit kedvesebbet mondtam, mint te. Igen, ezen múlik, hogy valaki jó játékos. És alapvetően, mivel én nekem kos a horoszkópom, én jó játékos vagyok, úgyhogy velem csak nyertek. Csirke! Gyertek gyorsan, he! Nekem van egy csirkém, és kell a csirke. Nem tudok futni csirkével. Csirke, gyere ide. Csirke! Gyertek, mert bemegyünk oda, amit jelöltem, ha ide értek hozzám. Egy valaki jöhet a motorra. Csak szegény Bogit meg fogja ölni a kör. Nem tudtam, hogy van egy csirkét, Dave. Ott a gombi. Na go be! Ha Bogit leszedi, akkor lehet megyünk egy extra kört, meglátjuk. Ha túléli a Bogi, akkor nem. Jó. Ne arra rá akarok menni! Ja, látom, Pati táncol a hátadon a disznó. Igen, táncol a hátadon a disznó. Teljesen jó. Még mindig ott maradt. Hagyjuk itt a Bogit.
Bocsánat, itt vagyok, csak egy orvos hívott, aztán muszáj volt felvennem. Hát, ha a miniszter hívott volna, én azt is elfogadom. Hát, nem is tudom, hogy itt vagyok igazából, inkább a hívott miniszter. Még nem haltál meg, kivételesen? Ki? Még nem ölt meg a köd. Várjál, jó felé megyünk? Nem tudom. Oda kell mennünk. Igen, jó. Mondjuk utánatok. Jó. Nagyon gyorsan. Csoda, hogy nem haltam meg. Én egyébként is azt mondtam, hogy nagy szó. Csoda. Úristen. Aha, csak a vizit cucc miatt kell. Hát, hogy kipattunk innen, hello. És innentől már mindet csak nyerjünk. Dév, neked nincs jogsid, ugye? Nincs. Én a valóságban nem tudnék koncentrálni, meghallok egy jó zenét, hogy meglátok valamit, elkezdek oda nézni, az azzal lendülettel ütnék el mindent. De rendesen Gombi visszajött, értem, motorra. Na, látod, vannak itt még úri emberek rajtam kívül. Az én tanítványom, dehogyis. Ezt tőlem nem tanulta, ő nagyon pro. Itt kezdődik az úri emberség. Hát igen, meg hogy vigyázzunk egymásra, mint csapattársak. Így van. Köszönöm szépen. Hamarosan 3 hónapja tag vagyok. Köszönöm szépen, Zsombi. Ezer hála, Gombi. Tényleg be tudom dobni a tagságot, tudod azt a dobd be idő, akkor. Hogy mennyi ideig megköszönöm, tart a... Dobd be. A akkor mint a mond, várja, megnézem. Köszi. Lássuk, miből élünk. Pénzből, bemintöm. Vérből, húsból, kajából. Bemehetünk a farmra, gyertek innen elfarmozunk. Csak megvárlak titeket, meg Geyszirrel megyünk be. Jó, csak erre elvileg be tudom dobni, nem? Maga. Igen, be tudom dobni. Egy hónap. Ez az, köszönöm, bö az egy hónapot. Szívesen. Itt van mindenki? Igen, vagyunk a Patival. Jó, akkor mehetünk a farmra. A farm, ahol élünk. Át köllött váltanom. Az igen. Szálljunk el. Na, hát ez minőségi mód, ez az ugrás, gyerekek. Azért annyira magasra nem dobott fel minket. Nem. Mint ahogy a live titeket. Melyik jobb, a Flare Gun vagy a Shadow? A Flare Gun azért jó, mert látod, hogy van-e ellenfél. Mindegy, a másikat vittem el. Neked most akkor, Pati, amúgy nagyon hajtos ez az év vége. Hogy mondtad, hogy igen, csomó dolgozat van. Mondjuk ilyenkor tényleg év végére szokták hagyni a javítókat, meg mindent. Ja. Meg ezért majd angolból is írunk jövő héten, mondjuk az nem baj. Azt tudod. Úgyis ötös lesz. Aha, ott az ember, ott az ember, azért lőttem. Megyünk. Konkrétan ma könyörögtünk az angoltanárunknak, hogy ne kelljen dogát írnunk a héten. Ott vannak hárman. Nem vagyok, Pati, vigyázz! Gyújtom őket! Nem tudok. Tűzharc! FIRE! Bocsánat. Jó, valaki halott? Nézz égre! Zsombi túl sokat spamelt, vagy sokat írt rá egymás után. Chill. Ahau! Élnek még? Gyerekek! Ez nagyon szép volt. Bocsánat, Villő, csak szívből szólt. A Fire. És Dave előveti magát. De legalább nem azt mondtam, hogy tűz. Becsülni kell az angol tudásom. Yes. Nem azt mondtam, hogy fire! Fire? Még jó. Na jó. Ez mi? Fire. Hát ne tudd meg, régen vidéken úgy mondták, hogy fire fogsz. Fire. És örülök, hogy feldobják a napot, Zsombi, erre letiltotta a Nightbot. A Nightbot nem örül, jó, hogy feldobnak a napot. Nightbot volt. Irit. Nem a Nightbot voltam. Ja, Eddie volt.
Edi volt. Miért adtál neki Edi izét? Véletlen volt? Nem lenne zajszűrös baj, sem ezt most a szomszéd is hallotta volna. Igen, gondoltam. Ne aggódj, figyelj, mindenki... Figyelj, amikor elkezdtél üvölteni, mert Szabi megnyerte a kört, akkor én meg süket ültem. Azt akartam amúgy mondani, Edi, semmi baj, elnézést kérünk Edi nevébe, de hogy minden modi átesik ezen, hogy véletlen letilt valaki. Igen, én velem is meg volt már kettőször. Ugye, Bogi, neked is biztos volt. Szerintem ez elkerülhetetlen. Nem én voltam akkor se, hanem a fülesem voltam úgy. Meg a kis hújam. Na, meg a mici mackód, ja? Nem. Hát tényleg az volt, hogy amikor leraktam a fülesemet, mert be akartam pakolni, akkor a fülesem megnyomta, meg egyszer a United közben a kis hújam. Igen, akkor is a Petra volt a legjobb, hogy elaludt és aközben bannolt. Az a kedvencem! Azt imádtam. És utána eltelt vagy 4-5 óra, mire reagált, hogy ő aludt végig. Igen, mi meg ott megvoltunk két, vagy úristen, meg kell kelték a Petrát? Igen. Nem én voltam, a Fornetti bannolt ki. Azaz. Az volt a kedve... Igen, ezt mondom, hogy a Petra alvását nehéz lesz felülmúlni bármikor. Persze. Az a legjobb. Vigyázzatok, melye itt vannak. Hú, ott most jöttek csomóan. Júj! Várjál, Gombi most valahova megy. Gyere ide, te szarfagyott banán! Viszket a homi! Vakard meg! Bocs, benyomtam a koronát. Jó, a pinges is sapkába? Ja. Fázik a fejed? Nem, csak felvettem, mert hülyén néz ki a hajam nélkül. Ott vannak! Csináltam magamra egy fotót, Bogi. Mert miért ne? Mert unatkoztam. Várj, be is tudom riftelni, hogy oda repülünk. Azt rájöttem, hogy mennyire kopaszul nézek ki a sapka nélkül. Itt vannak fönt hároman, oda ne repüljetek jó, föl. Jó, valakit lelakoltam. Vigyázzatok, menjünk arrébb innen, mert fönt vannak. Mindenki jöjjön bele ebbe a repülő szarba, hagyjátok itt. Jó, megöltem. Hova lett a rift? Szép. Menjünk arrébb jóval, mert fönt vannak hároman vagy négyen. Ott van egy rift. Itt a rift, és akkor mondom, hogy hova. Igen, menjünk be a farmra, jó? A házhoz. Mert ott fönn még az a 3-4 le fog jönni. Igen, azoknak lesz pulsza, nekünk nem lesz, de nem baj. Le tudjuk szedni őket. Hát reméljük. Azt a minden is? Hazám. Potato grafika! Ja, úgy tolod. Hát most igen. Nem megette ez a motot. Akkor most kempelünk? Igen, egy kicsit. Jó, kicsit jó itt alukálunk, amúgy meg vannak heten. 7 squad. Ha ki tudnám. Ha engedné a kontrollerem, szívesen gyere, sütögetni. Megyek. Ja, ti ott vagytok. Itt fönt sütögetek, igen. Mi itt vagyunk a háznál. Finom báj van. De gyertek föl, Pati, együtt sütögetni. Gombi, gyere. Megyek. Hát, teleportolok. Vagy belepülök, várja. Belepülök. Ne tört szét. Ott egy csirke a plafonon, vagy mi az? Az nem csirke. Csirke. Nincs itt csirke, Arnold. Gyere sütni. Ne, lecsúsztam. Gombi hamarabb ideért, mint te. Igen, mert én fel akartam ugrani. Viszont jön egy ellenfél is. Aha. Tetszik. Nem sütünk? Jövök. Süssünk. Pati nem süt. Nem tudom, hogy kell. Elbetűnem. Hát, de neki nem PC-je van, én úgy látom. Ja, PlayStation, nem? Igen, Mi azzal veszük fel a cuccokat. Hát, én meg a... De neki meg máson. Én meg a négyszöggel, de nem megy senki másra. Ó, szegény. Jó, jönnek viszont, akkor ennyi volt a sütögetés. Jó volt azért. Nagyon finom volt. Nagyon. Jaj, nem akarok kimenni! Jó. Ne! Fújni. Rossz gomb! Nem hiszlek el komolyan. Nem, biztos nem látta senki se.
Nem. Ott egy ellenfél. Ott hol? A upgrade-nél. Ott annyi. Mert mindjárt lecsúszok innen, mert a kontrollerem rossz, és mindig előre, amikor émelek. Jön a köd. Áhá, beestem. Bocsi. Találd már el azt a nyomvadékot. Amúgy nem megyünk be. Hova? De kéne. Ott a körbe. Ja. Edi nem szóltál. Kéne. Edi nem szóltál. Tényleg. A körfelelős. A körfelelős. A Pataki Attilán. Istenem. Ott vannak! Látjuk. Ti ide mennyien vagytok? Ott van egy klón. Oh my god. Jó. Oké. Okay. Még van egy, azt hiszem. Ezeknek van koronájuk. Ááá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 
Csak... Easy! Megvan! Áhú, nice. Jönnek engem valahonnan! Gyerekek, ott egy ember van rajtunk kívül! Ne, el fog halni! Ne, fogom veszteni a koronámat! Haj már meg, te nyomi! Az az egy, marad, Bogi! Megvan, megöltem! Szép! GG! Pöpec! Íj! Mehet a GG! És nem kaptam koronát! Ez hanyadik körünk volt? Második? Második. Olyan jó volt, akkor sajnos. Remélem újraírjátok ti is magatokat. Végül is akkor kijön most. Én már újraírtam magam. A zombira emlékszek, meg az Eddie-re. A zombi meg az Eddie, de többit nem tettem. Akkor mivel Bogi rég volt, akkor maradjon a Bogi, jó? És akkor Pati utána írd fel magad, meg ha Gombi is szeretne, meg aki még itt jó, van. Jó, várj, megnézem. Nézem, hogy írta bárki is. Most írta a Christopher, de ott már én mondtam a Bogit, úgyhogy akkor a Christophert írd a Gombi. Aha, Gombit meg magadat következőre, Pati. Okay. És akkor Bogi, te ne menj el. Jó. Egy pillanat. Nyugodtan. Addig innen kirakjuk őket. Nagyon jó meccsek voltak amúgy. Hogyan? Na, a zombi már jött is. Eli, rám tudsz joinolni? Annyi, hogy itt viszont menjünk át a VIP-be, mert az Eddie csak ott tud beszélni. Eddie csak Discordon tud. Ja, jó, rendben. Csak addig más ne lépjen be, azt ugyanúgy megkérjük, csak nyilván mi. És most lehet duplán hallatok azért, bocsi. Úgyhogy akkor Eddie-t még behívjuk. Megoldottam, hogy csak egyszerre halljalak. Jó, jó. Szia, Eddie! Hello! Na, akkor te is megérkeztél. Igen, sikerült megjönni haza, értem. Get airtime in Vicycle, tehát hogy motorral levegőbe kell maradni. Meg van ez a Use Force Ability Against Vicycle, az nem lett meg, mint Star Wars-os feladat. Hoz Star Wars skin, vagy... Hozhatunk, én is hozok egy másikat. Az a pénis, akkor már... téged most duplán hallak viszont, majd lehet, hogy akkor mindjárt némítalak valahol. Na, én akkor hozom a lukot. Le tudok jönni, lenni jöttem volt. Jó, jó. Igen, Szabit is írjuk újra, Pati, köszönöm. Hát, nekem kettő Star Wars skinem van. Akkor Patit a izéhez írjuk, amúgy a Gombihoz, meg a Szabihoz. Hát akkor Christopherhez, igen, az a Gombi, igen, akkor meg is van a következő csapat lényegében. Igen. Most ami nagy tumultus volt az elején, az elment, de nem baj, így legalább könnyebb a csapatok megoldása, úgyis már utolsó finishbe vagyunk. Hát most éppen a biológia füzetembe írom a lábbal a csapatokat. Meddig tart a live? Kb. 6. Hát utolsó, igen, ne is írjatok ezután már többet a Szabiék után, mert 6-ig tart max a live, jogos. Akkor 6. csapat nem lesz. Az már nem. Tehát azért mondom, hogy tényleg, hogyha 40 perc mondjuk egy meccs, akkor simán elhúzódik.
Még jó, hogy kérdezted, Emi, köszönöm. Egy kosos szívecskét küldjünk az Eminek. Nem koszos, hanem kosos. Bogi, redíz. Meg vagy, Bogi, te is hangba DC-n? Sziasztok! Aha, most sziasztok. Téged is duplán hallok, de akkor a Fortiba addig némítalak. Oké. Okay. Oksika, mehetünk, redíz. De ő kos, nem kosz. Ott a láma emoji is. Most sok új emotunk lett, úgyhogy tökre örülök neki. Aztán visszanézhető lesz nyilván. Visszanézem. Hát ugye lett a lámás, ugye jött a sziasztok, akkor ugye a szurkolós, meg a bűvész is már elkészült, csak közben lejárt 10 tagság, vagy 15, és így azért mondtam, hogy az eljön 14 kell a következőhöz. Maximum majd lehet az uborkát kicseréljük, meglátom. Ezt úgyse nagyon használtuk mostanában. De ez még ráér. Na. Reméljük ez is ilyen jó meccs lesz, mint a mostani volt. Hogy lehet csinálni, hogy Fortiban ne halljam magam, csak a Discordon. Nem tudom én... Én tudok segíteni. Na, ő tud. Nyom meg a friend listát. Aha. A mikrofont. Ott van, hogy voice chat. Aha. És akkor rak be nobody-ra. És akkor senkit nem fogsz hallani. Aha. Na, ez jó volt. Hatig lássunk még pár Victory Royale-t. Hát még négyet lehetne elvileg. Jaj! Elfogyott az utolsó monster cseppek is, úgyhogy köszönöm szépen Mária Knight-nak még egyszer a monstert. Nem. Én nem az, mert nekem meg az almalé fogyott el. Ajjaj. Volt egy ilyen 2 literes, 1 literes almalé, elfeleztük apummal, de ő vagy a 3/4-ét megnyugta. Közben én vagyok a nagy almalés. Az igen. Én régen gyerekkoromban nem szerettem, mert mindig almalé volt otthon, aztán felnőttként meg tökre megszerettem. És most úgy vagyok, hogy inkább iszok almát, mint barackot, ha mondjuk rostost kell inni. Tényleg, chat, mit innátok legszívesebben? Almalé, barack, vagy pedig narancs? Ki melyiket választaná legtöbb esetben? Én az almát. Alma, alma. Megyünk a jégre. Jaj, ehhez voltam úgy egy sztorim az almaléhez, hogy volt 5-esként egy srác, aki mindig úgy hívta az almalét, hogy zsalmalé, és ugye ki is írták, hogy almalé vihető ugye a iskola ebédlőbe. És ki volt rakva egy lapra, és a srác oda ment, és ráírt egy zsébetűt, és azóta azt rakják ki, hogy zsalmalé. Az igen. Mondjuk anno ez felkapott szó volt, úgyhogy ez 3 éven keresztül sokat használták. Már nem lehet jönni. Adolf azért nem, mert már nem férne bele a másik 2 meccs mellé. Már túlmennénk az időn. Ez se biztos, hogy belefér, tehát hogy lehet, hogy a Szabijéké már nem fér bele. Az azon fog múlni, hogy vagy belefér, vagy nem. De direkt nem rontjuk el nyilván. Gyerekként beleittem egy pohár sörbe, mert azt hittem almalé. Hát az megesik. Persze, érthető, hogy megkérdezted, semmi baj, azért mondtam, hogy az idő hiánya miatt mondom, hogy már nem fér bele. Az sem biztos, hogy ezzel a 2 csapattal, lehet, hogy a Bogiéké lesz az utcsó 2 kör, meglátjuk. De azért mondom, hogy senki nem fog szerintem megsértődni, stb. Úgyhogy lesz még bőven, most tényleg hetente lesz Fortnite, mert nagyon meg akarom célozni a 200-at, de hát még necces. Én a 100-ad, Dave. Örülök, ha az meg lesz. Hát de 112-ről még rohadt nehéz felmenni 200-ig, és van 3,5 hetem. Majd csinálni kell az összes questet, nem csak a Star Wars-os. Én csak úgy haladok szinteket, hogy játszok, és random kapok szinteket. Hát te ügyesebb szinteket. Vagy, igen. Kéne már 7000 feliratkozó 24 Fortihoz. Hát haladunk szépen, most előző hónapban nagyon sok új néző volt, meg feliratkozó is. Legalább egy ilyen 60, aminek én tökre örültem meg, köszönöm szépen. Mert mellette ugyanúgy ki kellett bannolni, vagy 3 embert. Tehát, hogy ez ilyen jönnek, fogynak. Na sajnos ilyen. De haladunk szépen. Én örülnék, ha legjobban, ha nyáron lenne. Egy de kicsi jön, esélyt igen. Érzek rá őszintén. Vigyázzatok, itt van valaki. Jó. Valakinek kell. Ott van bent! Gyere le, zsombi vagy, aki felment a lépcsőn, itt van az ellenfél. Oké, üssed. Jó, Edith, te voltál. Csak azt láttam, hogy valaki elindult fölfelé. Nagyon szép. Sniper merre?
Nálam van. Szólt osztálytársam, hogy megyek vele Fortit. Oké, rendben, jó játékot. Azért mondom, hogy nagy esélyem, mert Gombi lehet az utolsó csapatra nem lesz idő. Úgyhogy nyugodtan játsz az osztálytársad, és köszönöm a meccseket. Itt a sniper. Köszi. Merre a sniper? Már felvettem. De mindjárt odaadom, mert ezt annyira én nem szeretem, Edi. Én imádom. Én a legjobb part. A sniperre nagyon rossz vagyok. Én is. Hol vagy, Edi? Gyere ide a zászlókhoz, és ide kidobom a szélére. Ehhez melyik ammó van? Ilyen nagyon nagy. Az. Köszönöm. Nincs még. Ilyenkor imádom, hogy sose állj meg egy helyben, mert lelőnek, de csak azért is. Igen. Cuccok, amiket amúgy soha nem használsz. Hát ez nem a legerősebb felhozatal. Én minden játékban csak sniperrel tudok lőni, írja a villő. Neked meg Dave meg, hogy melyik abba mentek jobb, mert láttam, hogy te itt csak össze-vissza random nyomogatod, és mondom, Dave. Igen, de például az izé az nekem nagyon jó, amikor gliderrel tudsz repülni bármikor. Igen, az jó, mert minden, csak van egy olyan, hogy Bloodhound. Na, az mondhatni az egyik legjobbba mentek, és látom, hogy volt olyan, hogy ott volt az is, meg minden, és te fúra arra nyomtál, amelyik az, amelyik nagyon rossz. Na, melyik, mi a, hogy a Bloodhound? Bloodhound. Tudod, a Bloodhound azt tudja, hogyha meglőd a zenemit, akkor látsz egy kis ideig bárhol. Aha. A zenemit. Jó, akkor azt megpróbálom figyelni, olyan, de szóljatok, ha az van. Ilyen wallhack-ből. Igen. És tök jó. Nem mondunk olyat, hogy nem van, nem rossz indulatból építő jellegű javítás. Hogy mi? Majd menjünk beljebb. Na, most így nézem a kört is, legalább rendesen, szóval majd úgy kell mondani, hogy Curtis. Jó, igen, értettem. Köszönöm, hogy megsebződtem, és kiment előttem, 7 HP-val éltem túl. Dave, adok medkitet. Leestem, kiment át előttem. Itt van medkit, Dave. Hol? Jelöltem. De akkor levisszük. Ó, Marianette írja, hogy megvágta magát valahol. Hát, vigyázz magadra. Várjuk meg Dave-et. Igen, várjatok meg, mert gyógyítok. Szegényt véletlenül lelöktem. De sajnálom. Te voltál, nem tudtam, hogy ki volt, aki miatt leestem. Én ma mindent véletlen csinálok, furra. Megesik. Nem is direkt értottam. Nem baj, amit jelöltem, ha oda el tudunk menni, az jó lenne. Csak kérdés, hogy odaérünk-e. A városban biztos lesz. Nem volt, amúgy. Nem baj. Nem baj. Amúgy én észre se vettem, hogy kaptam 300 szeket. Aha. Itt van valahol az ellenfelünk. Itt van egy őrző is amúgy, azt is meg lehet ölni, és akkor lesz itt is egy ilyen... Annának valószínűleg nem jött át az üzenetem, mert csak egy Itt vannak emberek. Vannak emberek is. Szóval addig növjük meg a boss-t. Vagy nem csak a boss-t jelzi? Nem, hallottam, hogy volt. Inkább külön-külön próbált beírni Anna, mert nagyon hosszú, sokszor, hogyha tesz egy emojit a végére, akkor elcseszi. Megnézem. Gyerekek, nekem mindjárt jövök egy pillanat, csak köszönöm kell, mert megjöttem. Jó. Bogi, te itt vagy? Persze. Ja, csak olyan csendben voltam, mert nem voltam benne biztos. Nem biztos. Jó, nem látok most enemit, szóval. Akkor megölöm a boss-t. Hát eddig. Maximum, hogyha nagyon mélyen vágtad meg magad, akkor egy tetanusz, hogyha a koszos ruháknál, mert ki tudja, hogy mit kaphatsz el. Én nekem annól, mikor üvegszilánt pattant fel kukák, mellő egyből tetanusz volt a vége. De gyere a széphez. Jó, hát próbálok harcolni, várjál. Ja? Hát azokat én nem szoktam megölni, mert igazából oda nem fognak eljönni.
Ja, nincsen ammó. Mibe kell? Mindenbe. Ja, hát mindenben nem tudok adni, de ennyit tudok adni azért. Jó, na, minden. Csak mondanom kellett almalét, apum hozott almalét, tejsütit, meg kinder pingvit. Na, teljesen jó. Hát jó étvágyat. Okay. Mehetünk akkor le a kinyitáshoz. A széfhez. Jaj, jön a kör. Vissza. Jaj, ne. Ajaj. Van bug az a Fortnite-ban, hogyha felveszel egy tárgyat, és akkor nem biztos, hogy megkapod egyből. Mennünk kéne mi? Igen, azt nem veszed fel? Mit? Mert az OP. Hát de, csak... Ebben a pillanatban szóltam, hogy kör. Oké, szia Krisztofer, köszönöm, hogy itt voltál. Majd mindjárt nézem, Anna, csak most futok a életemé. Van itt launcher. Hát én már ezt most nem tudom megkeresni. Aha, emberek is, nem egy, kettő team csatázik. Jövök. Megyünk. Az baj. Az kom, a 8-an vannak egy. Ott. Szóval ne akad inkább látni a hajam, majd mindjárt nézem, csak menekülök. Az a baj, ha egyik megállna egy pillanatra is, akkor... Igen, nem nagyon tudok, hogy menni. Az egy lövés az egyik, jó? Megvan. Felcsaváltam, és úgy nézek ki, mint a nagymamák. Az vicces lehet, Anna. Az is egy lövés. Már csak azért is megnézni. Az is megvan. Jó. Ajjajjaj. Megvan. Egyik megint. Nice. Én az a baj, hogy a viharból nehezen fogok tudni kivergődni. Mondjuk, hogyha széllel felkapatnám magam. De... Ott vannak még a másik oldalt. Jövök. Az! Van valaki. Help! Mi kéne, ha volna? Hát majdnem meghaltam, szóval... Á, teli belőnek oldalról, amíg egyet leszettem, hol vagytok? Lent, mert... Egyet szedek, le kellett jöjjek. Fönmélek. Egy halt? Én is fönt igen, harcoltam. Csak nem bírtam előni. Amúgy ott van fönt a gép, hogyha fölnézek, akkor ott vannak a Star Wars-os. Megvan. Jó, majd jelöljétek, hogy mi hol van. Van még egy ember itt valahol nálam. Jó, hál' Istennek kaptam megint ammót. Majd gyertek, valaki a motorra felülhet mögém, és megyünk be. Gyorsan. Jó, meghatsz. Amúgy Dave, hogyha felnézel, akkor látod, hogy vannak itt Star Wars-os hajók. Hát várjál, valahol lőnek, most elkezdtem nézelődni. Szembe, Eddie, vigyázz! Rámegyünk. Csak lemaradtam. Jó, megvan. Nagyon szép. Gyönyörű. Oké, bekaptam a Bloodhound-ot, jó. Oké. Rendben, várja a Night, jó utat haza. Én igazából nem is nézem a perkeket, be se aktiválom sokszor. Én igen, mert amúgy nagyon sokat tudnak segíteni. Például van olyan, hogy a snipernek nem egyszer tudod kilőni a snipert, hanem kétszer. Nekem az például imádom ezt a perket. Sniper slur, passzasszem. Az. Valami olyasmi. Átszállunk a másik motorra. Amúgy elméletben, gyerekek, valami trópusi season lesz, meg lesz benne sivatag, meg... Hoppá, lőnek! Annó volt már sivatag, azt szerettem, amikor a Colosseumos szezon volt. Aha. Szép volt az is. Az a season 6 volt, azt hiszem. Én adom, ha lesz sivatag, nekem semmi bajom volt. Volt, jó lenne. Elméletben lesz sivatag, dzsungel, meg... Összegezzük, amik eddig is voltak, tehát hogy azért ezek már voltak. Igen, ennek a raptorok mondom, és... Ne, a raptorokat ne! De meg lehet lovagolni őket. Ó, akkor de! Dave, nézd, a jelölésemnél van a kövikör. Menj, látom. Oké, és... A lila jelölés. De ez nem biztos, ez csak egy ilyen feltételezés. Én örülnék neki. Mehetünk beljebb. Ja, a sziget túl messze van, ami nem jó. Ott van. Látom.
És nem egy. Ez egy csapat. Na, jövök. Várjál, kilövik a kocsit. Edi, vigyázz! Vigyázok én. Én mikor nem? 12. Ez egy csapat! Igen, hát ezt igen. Mondjuk, ez egy squad. Jó, egy ebből megvan. Egy. Nagyon szép. Egy meg még valahonnan lő minket. Ott! Hol, merre, mikor, itt ütöm. Szép. Megvan. Ó, anyám kínja, nekem ez már fájdalmas. Ez nekem is fájt. De lenyomtuk. Mert a GG, szép. Vigyázzatok, ott egy csapat van. Itt. Ott, ahol akár. Várja, vergődjünk össze, mert valahonnan még mindig lőnek. Edi, te hol vagy? Jobb oldal. Megyek oda. Megöltek Edit is, meg engem is, basszus! Háromon vannak. Az vége. Jaj, hát tudja. Vigyázzatok. Ajjajjaj. Lártyámat még fel tudod szedni szerintem. Bogi menni fog? Próbál túlélni. Ha még be tudsz menni bentebb, akkor sima ügy, tudsz repülni azzal a szarral, nem a hetessel, amiből heted van. Vagy ez az ütő? Júj, menjétek innen! Ajjajjaj. Rip? Áfa! Buta vagyok. Nem baj. Mert a rip. És akkor jön a második kör. Hol a rip? Megvan. Nem volt ez rossz. Építős. Hát mi nem tudunk, de ha te tudsz, építhetünk egyet. Én nem tudok, én olyan én sem, tehát egy zombi csak te tudsz építeni. Úgyhogy inkább maradjunk most a simába. Akse. Na, ezt megkaptuk. Jó. Na, akkor ezek szerint sok Star Wars-os haladtunk, nézzük csak meg a questet. Aha, maradt ez a Force Ability Against Vesicle, ezt nem értem. Akkor maradt, ez se értem, amit a lézerkarddal kell valamit, meg eliminálni kell. Ezt sem értem. Ezeket már nem értem, addig ha lefordítjátok, akkor így hagyom és gyorsan mindjárt jövök, csak elmegyek mosdóba. Addig ezeket megnézitek, hogy mi lenne a feladat. Jó volt, bejönnek a raptorok, Dave, ne azt ne, de meg lehet őket lovagolni. Akkor jöhet. De hát tényleg raptoron lovagolni jó dolog, úgyhogy mindjárt jövök vissza, addig ezeket a küldiket, ha segítetek, hogy mit kell csinálni, ezt megköszönöm. És akkor egy két perc se, és már is itt vagyok. A Dark Quest-e? Lévnek meg majd össze kell készíteni Mangoof Totali rajzét. Sok csokit. Jajjá. Kitaláltam. Egy három fánkot, meg négy fánkot egymás után. Egy tejszalatot, meg egy kinderping egymás után. Yeah. Hát az kéhez nem tudom, mi megy jól. Jó. Beállítom pirosra, úgyhogy tudom meg valami. Na. Vissza is tértem, tehát hogy össze tudjuk foglalni, hogy mik maradtak küldiknek? Ha megnéztétek? Milyen questeket? Amiket kell, mutattam egész végig, amíg szünetem voltam. Ja. Egy vagy kettő. Tessék? Egy vagy kettő. Mi? Csak mondj egy számot.
Egy vagy kettő, csak mondj egy számot. Jó, legyen akkor a kettő. Jó, akkor nem ez a skin, akkor egy másik Marvel skin. Ja, akkor most hozzunk egy Marvelt. Hát nekem Marvelből... Szóval is annyi van. Te is mondj egy számot, 1-től 10-ig, Edi, gyorsan. 5. Jó, és hátulról kezdem. 1, 2, 3, 4, 5. Tony Stark. Amúgy, ha azt mondod, hogy 5, azt mondtad, hogy 10-ig, akkor mind a kettő oldalra ugyanúgy van. Ja, amúgy tényleg. De 1 vagy 2. Legyen az 1 nálad. Jó, akkor jöjj. Ilyen skint hozok. Úgyhogy igen, 21 óra múlva jön a plusz szintek. És akkor végül is, még ebbe is. Ez még sokat ad, de deal damage. Hát itt azért még rengeteg heti küldi nincs kész. Aha, itt repülni kell. Tulok chest, az mit jelent? Open Tulok chest. Ja, easy chest. Tudom, mibe vannak ilyen mitigek szerintem. Ja. Gondolsz? Én nem tudom. Szerintem azokra gondol, amikben van ilyen mitik. Tudsz. És akkor a support kódom, aki még nem használta, Mongufta kötőjel, Dovek, köszi, hogyha használjátok, és mehetünk is. Na most, hogy mondod, meg is nézem, hogy be van-e írva. Köszönöm. Hát ha ez most egy gyors kör lesz, akkor lesz még egy utolsó kör a Szabijéknak, viszont hogyha ez nem lesz gyors kör, akkor már nem kezdünk bele újba. Tulok az a kulcsos láda. Jó, hogy két kulcsos ládát. Jó, akkor hogyha lesz kulcsunk és két kulcsos láda, azt köszönöm, ha hagyjátok kinyitni, akkor ez a feladat. Köszönöm, Adolf. Szuper vagy. Megfejtettük. Tényleg, hát két kulcs. Tehát annyira egyszerű és túl gondoljuk. Dév, nekem szerintem be fogom kapni a Keymasters-t, amit ad két kulcsot. Ha bekapom, akkor adom ezt a két kulcsot. Jó. Ja, tényleg van olyan perk is. Aha. Igen, azt mondom, hogy a perkeknek egy kicsit dévát kéne nézned, hogy mi mit tud, mert sokat segítene az is. Nekem az, is az egy kulcsosra is megadta. Jó, tehát lényeg, hogy kulcsosra nyissak. Tehát, hogy két kulcsot használjak összesen, értem? Ja, már csak egy szintet. A mai nap még összeszedek egy szintet. Jó. Mert... Ja, az kell a százas szintnek a testvére, a srác. Nem, két kulcsos kell, közben javították, igen. Mondd, Edi? Elfelejtettem mondani tegnap, hogy... Ezért mondtam, hogy ugye nincs meg Pela, ugye, munkásznak. És nyitottunk egy négyet vagy ötöt a szín, és kijött Pela is, meg egy Hú. Meg az alapon egy Tingnyun, szóval C3-as Tingnyun. Az szép. Nem tudom, hányszor fog még kijönni. Most gondolkoztam, hogy még össze kéne a River Stairs-ba várnom, hogy meglegyen a 10, mert 7-en van, 7 olyan arany. De hát nagyon utolsó próbálkozásaim, tehát hogyha ott nem jön ki, akkor nekem nem lesz meg a szelek, ott tartunk konkrétan. Nyugi, nekem sincs meg, mindenki másnak. De azt hiszem, hogy mindenki szinte kiszedte tök gyorsan. Igen, nekem se jön. Pedig valami 50 valamennyit viseltem már. Hát látod, hát ez ebből ilyen? Ebből egy gyors kör lesz, hogy ennyien szállnak ide. Az baj. Hova lett a jelölésem? Meghagyom neked. Ha a közelébe mész a jelölésnek, kimegy. Ez akkora hülyeség amúgy, pont hogy akkor kéne, hogy lássam. Nagyot. Mert tudom, hogy nekem az a feladatom, hogy repüljek azzal a légőrvénnyel. Bocsi. Nem kell, nem, nekem nem kell. Én alapból se szeretem. Hogy ezzel kell repüljek. Valakinek kell két shotgun?
Nekem nem tudom, most egyelőre meg vagyok az AR-ben. Nekem még semmi nincs, nekem majd jöhet, csak visszafordulok, csak repülök a légörvénynél 250 métert. Jó, hát van. Ja, Dave odaszállt. Azért de szállunk. Odaszálltam, csak elfújt a légörvény. Ja. Ó, itt meg már lőnek rám, az baj. Ó, itt a squad vs. én, fegyver nélkül. Mátyom megmenteni? Konkrétan, de próbálok futni, nyugi. Megy a felmentősereg. Hát gyertek is! Jönnek utánam hárman. Ja, ezek... Tört. Jó. Hol van ez a zöld? Jaj, Dév. Nyugi, repülök! Jó, viszont izé, ledobok egy... sírkeget. Az, nem bírok leszállni, hogy elvegyem a kardot, ideért az ellenfél! Megyünk! Jó, kocsiját elvettem! Elvette a kardot, lent vagyok! Fel tudsz jönni, hogy menjünk le! Megyek, mert elvette a kardot! Gyere! Ne! És visszamegy. Hú, de jó, megvan. Utálat ez a rész. Ja, hogy ennek már van kardja. Azt mondom, hogy elvette előlem. Ott mennek. Ott megy a kocsi. Ledobod a sütkeget? Semmit nem találtam meg, hát egyből rám jött. Jó, köszi. És egy távolra lövő fegyom van, azzal meg szar vagyok. Mi? Ezért gondolsz? Snipe-on van, aha. Adok meg ezt kék shotgun-t. Bloodhound! Istenem, szeret engem a játék. Na jó. Akkor. Mindjárt jövök hozzátok, ez nehéz kezdés volt. Bogi, itt vagy? Olyan csendben lett. Nem baj. Ja. Jövök hozzátok most már. Ja, Dave, odaadjam a kék csöpcit. Igen. Én meg Dave-nek adok két csávit. Én meg Eddie-nek odaadom a sniper-t, mert nekem nem kell. Van nálam egy kék. Állj meg! És Holly Andrew? Bocsi, hogy nem láttam, csak menekültem. Viszont amót ad kérhettek kell bele. Nem sok van. Köszönöm. Nekem az is jó. De én tudok hármat adni. Azt is megköszönöm. Igen, azért az... nem ad nagyon sokat. De az igen, a sniperben jó, hogyha van annyi ammód valamennyi. Igen. Van egy ilyen, hogy submachine gunnal kell sebezzek, az mi? Vagy meg kell öljek egy embert? Hát Dave, gyere, adok kék shotgun-t. Hát nem amit mondtunk. Ja. Submachine gun az... Ja, tudok lilát is adni. Oké. Okay. Na nice. Hú, jó, ez szép túlélés volt. Azt hiszem itt van egy csapat, de nem biztos. Nem, mert ott szétöltünk mindenkit köbe. Nem hallok senkit, csak a riftet. Látom, hallom, amúgy max. Néha megakadozol, Edi. Nem baj, úgyis van, amikor magamnak mondom. Ja, jó. Én is szoktam olyat. Nem. Elbeszélgetek magammal. Megölöm a boss-t, mehettek a széfhez. Oké. Okay. Jól esik néha az is, hogyha magadnak is beszélsz. Van egy jó kis tár. Azaz. Hol van itt a széf? Mindig elfelejtem. Azt hiszem lent. Itt lent itt van. Itt, aha. Jó, megvan a boss. Jó, itt vagyunk a széfnél az Edivel. Beset előbb még itt volt. Igen, de egyébként. Itt ezért tört szét magadra. Amúgy meg itt egy ember kell. Spider-Man. Spider-Man. Akkor ez nem egy ember. De, meghalt egyből. Szóval szép. Egy ember volt. Bocs, hogy beloptam. No problem. Csak ezt tört szét. Jó, látom. Megvan. Jöttök? Szép. Jövünk. Persze, csak valaki lőtt. Valaki jön.
Igen. Igen, hallom. Hallom. Ja, hát ez levár, ez le fog várni minket. Kör. Ja, ez kör. Csak bót. Benne vagyunk. Ja. Egy csak bót. Akartam mondani, hogy kör, de... De jó helyen is vagyunk. Lila sniper kell. Mi? Lila sniper. Köszönöm. Jó. Nem kell. Neked kell? Igen. Vigyelj. Köszönöm. Tört. Menjünk ki. Egy halt. Jó, én az ilyen aranyom. Ne, ne, lehet meghaltam. Amúgy ebben a játékban az arany is nagyon sokat ér. Hát tényleg, mióta behozták, ugye amikor először jött ki a Mandalorian első évad, de akkor hozták be ezt a fejvadászos parámbítést. Vigyázzatok, fönt van egy ember. Oké. Látom. De melyik oldal? Ott. Itt van. Az egy lövés. Ott van. Az egy lövés konkrétan. De megölöm. Á, befutott, mire megöltem volna. Nem baj. Arany SMG-je volt. Az komoly. Hát azt kell Dave-nek, az a SMG. Azaz, viszem. Vagy zombi. Itt vagyok. Eltűntél, mi ezt szürke szamára ködben. Ajjaj. Ma annyi közmondást vettünk, hogy már a háromnegyedét tudom. De mi, nyelvtanom vagy mi? Aha, a nyelvtanon az volt a feladat, hogy... Nekünk a nyelvtan meg az irodalom óra olyan unalmas, elalszok rajta. Attól függ, hogy jó-e a tanár, de ha unalmasan tartja, akkor tényleg. Nagyon rossz a tanárunk. Repüljünk beljebb, gyertek. Jelöltem. Irodalom tanárom az offőm, és minden óráján alszok, szóval... Rózsaszín felé gyertek. És így is jó. Az nem jó. Nekem töri tanárom volt az osztályfőnököm, azt szerette. Lehet azért szeretném a törit, mert ő jó tanította. Nekem a töri meg a feci ugyanaz, hát... Hát... Sok múlik azon amúgy, hogy mit, melyik tanárt, vagy melyik tárgyat kitanítja. Biosz kémiáról ne beszéljünk. Nálunk csak a irodalom, meg a nyelvtan, ami rossz. Többi jó. Nálunk majdnem, hogy az összes tantárgy. Megyek, csak loptam egy kocsit. Itt lesz kord, ami jó. Igen, azért igen. Jövök. Ott van. Ez tök jó, hogy behozták amúgy ilyen animációval, ez nagyon jól néz ki. Na, meglettem. Na, 520 XP, hát hogy a fele vigyél. Annyi kell. Igen. Nyitogass ládákat, az is 200 XP-ket ad. Tudom, csak láda is kell ahhoz. Ez komoly. Izé, van egy perk, amit már réges-régen felállokkoltam, és most írják, hogy állok. Az szép. Tudok kívánni, nem? Megvan. Hogy mit csinálsz? Ez mi volt, Dave? El tudlak lökni. Azért akadt meg így a szavak egy pillanatra. Ja. Ez ilyen. De nem mindig tud így. Na te Dave. De ez hasznos mondjuk, hogyha menekülnöd kell. Viszont Soti amúgy akkor már, hogy ellöptél valakitől kér. Enemy. Hol? Enemy-től. Akkor megyünk. De az nem biztos, hogy ad. Mit halsz? Itt a sorlókod. Ellöktem! Ezek azok, akik először elmenekültek. Jaj, és engem. Engem is. Sonka, gomba, kukorica meghalt. Meg... Ennyi. A fáról lelőttem. Nice. Ja, hogy azt lőj... Azt... Ó, nem bírom kilőni. Jó kérdés, hogy honnan, hogy jövök le innen? Hát, szépen. Meg valahol biztos van. Itt vannak aranyfegyók. Lutik. Nem adta meg a feladatot, mert inokkoltátok le.
Azt viszont ledobom egy pillanatra. Jó. Úgy nekem kéne majd egyet nokkolnom. Oké. Okay. Van egy feladatom. Csom. Ja, ez. Ó, van nekem ez a feladatom, hogy 66 cuccot szét kell törjek karddal. Visszajön. Én valaki jön. A három ember. Akkor... Ezt megint lenokkolt, amire elkezdtem lőni. Mondom, hideg, morgós meg. Dév, gyere! Meghalt full damage-be, mert kilőttem. No. Aj, nem jön össze az az egy kill. Nem bírom én se azt megcsinálni, mert ezt pedig, lenokkoljátok, mire odaérek. Pedig direkt meglőttem, hogy leessen, és akkor ide jössz, Dév, és akkor megölöd. Mondom. De nem elég, ha megölöm, nekem kell mindent. Csak megölése nem számolta bele. Ott a repkedős izé. Tudsz, amit kell. Mert... Elhozom. Amókat azt nem lopom be. Ne, és elviszi, még közben mondtam, hogy ezt egy... Ja, csak pont levágta a Discord, és nem adtam. Bocsi. Szokás. De itt van. Köszönöm, én viszont a fénykardot addig odaadom. A fénykardot én nem használom, de jó, kipróbálom. Hogy állunk a körbe, teljesen jók vagyunk. De amúgy gyorsabban futsz, hogyha... Meg tudsz duplán ugrani a fénykarddal. Ne, kijavították, pedig gyorsabban tudtál futni. Na, Marianne-t mondja, hogy neked tesi tanára volt az osztályfőnök. Az azért durva lehet. Vagy mondjuk lehet, hogy pont az lehet jó is igazából. Hogy itt egy motor, amivel el lehetne menni. Most miért nem tudom? Várj, még nekem gyorsan törnöm kell pár cuccot ellökéssel. Azt csinálom éppen. Nem így, hanem így. Az hogy így csinálod én? Jobb klik és a bal klik egyszerre. De ő nem kapta meg a képességet. Csak az kapja meg a képességet, aki átveszi a kardot ott. Ja, akkor azért nem tudtam ezt egyik körben, nem értettem. Igen, ez egy ilyen azért. Hogy felvettem és nem tudtam vele, aha. Akkor azért nem tudok most gyorsabban futni, értem. Pedig tudok. Igen, van egy ilyen izéje, hogy csak az kapja meg, aki átveti. Na ezt jó tudni, ezt én se tudtam. Akkor ezt átveszem. Gyere! Várjátok egy kicsit. Igen, ja, hogy ezt oldjuk fel. Később. Mikor? Igen, 20 perc múlva. Jó. Jó. Na, ügyes vagy a Dolph, írja, hogy ő neki meglehetek a Star Wars-os küldük két kor alatt. Na, itt vagyok. Itt a kard. Igen, nézzétek, itt gyors, sokkal gyorsabban futok sprintve. Hát igen, ez ki volt? Ez te voltál, Bogi? Nem, hanem a zombi. Új! Most a Dév. Ez jó játék. Olcsó játék. Nagyon. Vicces. Lehetne a piros. Ott a ember. Ott a... Jaj! Várjál, hol Edi jelöld? Le kell úgy is olyan. Ja. Nem tudom, pont ellökni Dévet. Aha! Nem robot, ember. Hol? Fönt? Aha. Aha, fönt. És felélesztette a csapattársait, de jó. Vigyázzatok, lőnek valamivel. Ó, itt ez squad, basszus! 100, az egyik 100. Én meg elrontottam. Ó, köszönöm, halott vagyok. Ajjaj, zombi, ez baj. Nem tudom, fölmegyek, megpróbálom mögülük menni. Lelököm őket, hogyha tudom. Lejöttek. Löktem. Lelököm szét. Lelöktem őket! Itt engem megöl. Megölt. Arra rámegyek, azt megölöm. Jövök, Bogi. De mögötted, vagy milyen zombi, mögötted is van egy. Az hogy nem hol meg? Hadd nyomjon be. Majdnem halt!
Egy szál élete van, zsombi! De... Úristen! Ez mi volt? Én lögtem, megmentettelek. Itt vannak, itt... Gyere, Bogi! Ezek nagyon... Lögtem. Tarts fel! Nincsen se potim, semmi sajnos, Bogi, bocsi. Igen, van! Ez mi? Az az Obi-Wan vagy mi? Nem, az a Darth Maul-os. Bogi, el tudsz éleszteni? Igen. Egyet megöltem, viszont ennyit tudtam. Hajrá! Nem ismerem a biztos karaktereket, mert nem szeretem a Star Wars-ot. Nem baj, Darth Maul sziklázik, mert ő Sith, a másik azok ellöknek, mert ők Jedi. Jaj, az amúgy nagyon unfair, azt szerintem le kéne picit nörfölni. Ezt amúgy 8-an vannak, tehát ezt még ügyesen visszatudtok még hozni is, ha úgy van. Jó, vigyázni kell ott, ott, ott. Jaj, ne. Jaj. És majd egy kardot hozzatok nekem, vagy valami. Jó. De ha túlélitek, vigyázzatok inkább. Nekem van egy ötletem. Ülökni őket a Stormban. Amúgy igen, a vihar megeszi őket. Igen, mert ugye... sokat sebez, ötöket sebez, azt hiszem. És a zuhanás is. Tehát, hogy nincsen no fall damage, kapnak fall damage-et. Most! Szép, nézem, lökjed. Áááá, elrontottad. Nem baj, igazi fénykart pár baj, győztes a pókember! Ritka a kombó. Vagyok a pókember. Adnék egy full Star Wars a szezont. Azért nem lenne, mert réteg szereti csak, amiért nem mernek full anime szezont. Egy hónapig behozzák, de nem mindenki szereti. Bugi. Vigyázz, Bugi. Mász le, vigyázz, szép. Áááá, nem baj. Az baj. Azt hittem, letettem. Mert egy rip GG, viszont már nem lesz baj. Utolsó kör, már 50 van és 10 perc alatt nem akarom összecsapni, úgyhogy ennyi volt mára. Én nagyon köszönöm a meccseket, szerintem nagyon szépeket mentünk. Mi is köszönjük. Nem baj, Szabi, lesz jövő héten is Fortnite, a 100%. Nem baj, Szabi, van kenyér bőven. Ennyi. Úgyhogy tök jó haladtunk, mindjárt megnézem, na ezt is megszereztük. Kicsi a borzs, de erős. Főleg, hogyha sokat eszel belőle. Tehát alapvetően igazából majdnem minden Star Wars-os meglett, tök sok meglett, egy hét, hat napunk van kimaxolni, kapunk két nap múlva újabb küldiket, úgyhogy jövő hét elején fele szerintem megtoljuk. Aztán... Battlepass-ből haladtam valami feloldani valót, azt mondjuk nem tudom, a bónusz rivárcokból 25-öt tudok, ugye ezt már feloldottam, és nem lehet előre ugrani oldalakat, tehát akkor ezeket kell feloldogatni. Egyrészt, akkor várjál, hát oké, jó, jöhet a motor. De meglett a skin. Na, mindjárt nézem, rakd be addig. Leraktam. Aha, és akkor ezután jön majd ugye ez a skin, akit majd feloldunk ebbe a színbe. Na, látom, Edi, na, örülök neki, úgyhogy... Igen, Szabi. Ezzel a gyönyörű legyezős emortal búcsúzik Tony Stark. Az a legjobb. Nagyon vicces, de amúgy szép az arany legyező. Úgyhogy én köszönöm, hogy itt voltatok, legyen szép napotok, holnap a Kinder Joy-os videó várható délután, és ugyanúgy lesz, hogy be tudtok rá nyomni majd emlékeztetőt, mert azt reggel itthonról indítom, ugyanúgy premierbe lesz, viszont a premier hátulütője, vagy arról nem küld értesítőt legtöbb esetben, úgyhogy majd nyomjatok ti értesítőt, hogy ne maradjatok le róla, valószínű, hogy 5 vagy 6 fele lesz a premier, ez egy 8-10 perces videó, nem hosszabb, mint az eddigi Kinder Joy-osok. Ha van kedvetek, még este nézzetek vissza régebbi tartalmat, holnapra is sok sikert az érettségizőknek, a sulisoknak, akik dolgozatot írnak szintén, munkabeli társaimnak kitartás, mint magamnak is, és akkor köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon jó meccseket mentünk, előre is Monguftakát, és szép estét, sziasztok!